pontosan 11 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok! Oh, hello, Feri! Hello. Jó reggelt! Oh. És már megcsinálta, de király vagy. Így van, de jó, hogy megkérdezte a hostess lány, hogy ugye nem fog kidőlni a citromlé. Leteltem ide, nem lesz útban. Mondtam nincs útban, kidől. Hogy nem fog kidőlni. De nem azt mondtam, hogy egész nap nem fog kidőlni, hanem amikor leteszi, mondjuk, akkor nem fog kidőlni. Nem biztos, nem fogod ledőlni. Gépet tettünk tönkre egy perc alatt. Nem biztos, nem fogod kidőlteni, te kedves hostess lány. Én viszont 5 perc múlva már eláztatok mindent. Oké, mentést. De figyelj, ennyire ismer, hogy megkérdezte, vagy ennyire gyanús volt? Törlést, szívás, még szívás. Ennyire ismert valószínű, hogy azonnal ki fogom önteni. Drága szegedék, mindjárt elkezdjük ám az adást, akkor egy kis fennforgásra stúdióban. Ebben a rohadt csészében ennyi citromlé volt, de hát ennyi citromlevet nem iszunk meg egy év jó, alatt. Jó, tényleg csezd le, hogy hozott citromlevet. Ja, ja, igen, én azt hittem, hogy egy kortyal, mert üdös francnak hozza be ide. Hát, tényleg, aztán ugye cukrot is vidd innen. A maradékot beleöntöm a teámba, érted? Sose, onnan már nem ömlik ki. Attól már csak cukrosodik, az olyan kevés. Igen, és most jön az, hogy a teát öntöd a másik gépbe. Na jó, tudjátok mit, lerakom a teát a trafó mellé a földre. Ott biztos helye van. Jó. Na jó van. Gyerekek, nagyon szép ez a konténer stúdió, meg nagyon jó, igen. De olyan pici, hogy megbolondul. Na most ők is kapnak. Köszönjük a eddig jó volt, de most más sem. Nem, tudod, hogy üvegstúdió fan vagyok, szóval, hogy nagyon jó, meg nagyon szép, de hogy komolyan mondom. Ő is megint csak széjjelettel keri, minden. Nagyon lelkes. Jól van. Ügyesen törölt. Vezetsz háztartást? Igen. Igen. Kapcsolatban élsz? Kapcsolatban élsz? Egyedül vagy? Szingli vagy? Már nem. Már melyik nem? Várjál, kapcsolatban érsz, vagy szingli van? Ja, már nem érsz kapcsolatban. Már nem érsz kapcsolatban. Ott hagytak. De mi, emiatt hagyott ott, mert ilyen szépen törölsz? Ott hagytak. Tényleg? Ott hagytak. Mennyi időt? Mennyi időt voltatok? 5 éve. Igen? Megcsalt a rohadék? Igen. A szemét. Egy ilyen lány megcsalni, a rohadt szemét. Nézd meg, hát pedig nézd meg. Pedig akarod bosszulni? Bosszút állsz velem? Ja, Istenem, drága vagy, köszönjük szépen. Egy ilyen ügyes lányt, aki így sertepertél otthagyni, hát komolyan mondom. Egy perc alatt milyen kis szépséges. Van, nem hihetetlen, hogy már korán reggel már tényleg ide jön az ember, és az egyiket meg akarja büntetni, a másikat megjutalmazni. És nem hagyják magukat. Szia! Nem nézed hátram. Na jól van, gyerekek. Ez is hát, megvan. Ez is megvolt. Még, akkor még. Most kezdjük rajta. Jó reggelt kívánom minden drága szegedi hallgatónak. Hello, jó reggelt. Itt vagyunk a Dugan is téren. Hát azon gondolkoztam, hogy ha ezek lakóházak már pedig erősen annak néznek ki, hogy ők nem alszanak már egészen biztos 10 percnél tovább, és vesztünk néhány hallgatót, az is biztos, mert aki itt áll a konténer stúdió előtt, az önszentába jött. Aki viszont ott leeresztett redőnyel még aludna, az már ne tegye. Nem? Itt már csak albérlők maradtak, mert ezeket a lakásokat vagy kiadták, vagy eladták, érted? Figyelj, de nincs annál jobb, mint negyed hétkor Michael Jacksonra kelni. Nem? Ez egy jó Black or White itt bömböl a Dugan is téren, érted? Hát mire, ha másra nem? Hát aludni bármikor lehet. Hát igen, kívül a keresztbe ül rajta, de hát ez már ugye nem. Igen. Ez már ugye nem következhet be, Isten nyugosztalja őt. Amikor utoljára itt voltunk, azt hiszem 3 évvel ezelőtt, vagy 2, akkor is egy nagyon kedves nénivel beszélgettünk, ha jól emlékszem így adásban. Valahogy integetett. Igen, de hát ez az okásos. Nem, bányász volt, igen. És nagyon súlyos súlytólégrobbanásba veszített el 4 ujját, csak azért. Nem, akkor a hallását is elveszti neki mindegy. Nem emlékszem, nagyon lelkes volt, nagyon integetett, hálóinkból volt, csak annyira integetett, hogy kiesett a negyedikről. Uh-huh. Csak ezt nem mondtuk igen, a adásban. Igen, de a melle előbb ért le, mint ő. Jaj, gyerekek, szép ez a Dugan is tér. Én utoljára akkor voltam, mint amikor veletek voltam, ugye, de azelőtt pedig itt megállót forgattunk az épusztán, most akkor ez itt még puszta volt. Így betelepítették fákkal, bokrokkal, növényekkel, ennek a fele tudatos. Tehát, hogy nagyon szép, komolyan mondom, nagyon szép. A szökőkút, a szökőkút már megvolt akkor. A szökőkút megvolt, de ez a rész itt, a szoborra, meg a parkosítás, meg az egész azért az még hagyott. Itt még maga József Attila is ült. Csak elbújtott a talajvíz. Nem, most komolyan azt hittem egyébként, de néztem és nem láttam benne a vizet, de akkor ez egy szökőkút. Igen, ott és zenél ott a víz benne. Igen? Hát, aha, és szökik hát, néha. A vizet? Hát ott itt van jó, a víz. Hát én nem tudom, hogy ki volt a vállalkozó, aki elkészítette népességet, tényleg lehet, hogy feltölt itt valami kis ott van. Artézi. Jaj, hát figyelj, veled valami programot megbeszélni, komolyan mondom, hát majd az együtt csúszdázunk, meg nem a csúszda, meg a csúszda, meg az egyperces csúszda, meg a nem tudom, ki rohangált. Milyen volt a csúszdázás, gyerekek? Figyelj, ki rohangált ott kis klotgatyába, hát érted? Szerintem te. Hát persze. Meg a gyerek. Ha velem meg van beszélve egy program fixre, akkor ott vagyok. Még ráírok 4:30-kor, hogy na mi van csúszda király, mondom, mert tudod, én már törölköző, szaunalepedő, betekerve gyerek, úszósapka. Az Ócsai csúszdánál voltam pont akkor. Mondja, Jani, menjetek nyugodtan, kicsit megcsúszunk, most indulunk. Ha, mondom, nem fogunk kéz a kézbe lecsúszni a sárga csúszdán, úgyhogy Lacival önmegtartóztatás nélkül
csúsztunk nagyon sokat. Hát a Laci mondjuk ezt a kifejezést nem is nagyon ismeri. Konkrétan lifttel kell felmenni a csúszda tetejére. Mi volt tegnap? Az nem csúszda, apám. Magyarországon nincsen normális csúszda. Hagyjál már. Magyarországon. Nem azt mondtam, hogy annyira durva, mert a harmadiknál már feje lefelé meztelenül kéz a kézben négyes vonatozással csúsztunk le. De nagyon jó egyébként, nem? De Laci már fönt. Nem annyira durva, viszont tényleg elég hosszú. Lifttel mész föl, és a kék meg a sárga van a legtetején. Kezdőbbeknek a kék, haladóbbaknak pedig a, vagy haladóknak a sárga. Elsőre melyikkel mentél? Nem, mi fokozatosság elvét tartottuk. Tehát a sárgával. A sárgával feje lefelé mesztelenül háton. Tehát így indultunk. Figyelj, az jó. Sajnálom, hogy nem csúsztunk együtt, mert nagyon-nagyon nagy élmény, amikor látod Lacit becsobbanni, és üvöltet, jövök, és már te is mész utána, amikor még piros a lámpa, tudod, már még nem szabad elindulni. Ne, nagyon jó. A liftnél futottam velük össze, amikor éppen lefelé tartottam egy kicsit mozogni. Igen. Ők meg jöttek föl. Egyébként Valás pontosan, ahogy leírta, kicsit olyan volt, mint hogyha kirabolták volna. Jött fel, kis hát nyilván divatos, gondolom, hogy divatos, mert hogy én nem mennék fel ilyet, tehát divatos húszonadrágba. Laci pedig már ott állt mellette egy szál fürdőköpenybe, illetve lehet, hogy volt alatta valami, nem lapoztam bele. Igen, mert hát mi még egy szauna és egy gőzszertartás keretén belül fűztük szorosabbra a kapcsolatunkat, és nagyon emlegettünk, hogy azért veled valami fixet megdumálni nem könnyű. Mert addig kellett volna nekem a sárga csúszda mellett állnom, amíg oda nem érsz, akkor még most is ott állnék. Nem, majd ma délután, nem? Vagy az, vagy a vadaspark. Hát a kettő ugye kizárja egymást. Igen, akkor... Hát tíz után visszamész, csúszol egyet és vadaspark, na? Egyébként igen. Végül is nem túl bonyolult ez a... De jó, logisztikából meg ilyenesre vizsgáztál. Úgyhogy lehet, mert hogy a családon jöttünk le egyébként. Hát tudom, hát ezért csúsztál meg, de hát nem tudok vele programot egyeszedni. Virág, gondolatod, hogy nem azért késtünk, mert engem sokáig fésülgettek ott, ez inkább a virágra. Igaz. És azzal se lehetett beindítani, hogy megyünk csúszdázni, virág. Ott lesz azzal a Bali, ott lesz a Laci, csúszhatsz egyet velünk, ne? Semmi? Nem sieted? Hát, azt mondtam, hogy és ő kérdezte, hogy ki lesz ott a stábból. Mondom, a Balázs meg a Laci. A kasza nem. Nem, akkor nem megyek. Na szép. Kitúrt a kasza, Tibi. Egyébként meg megígérte a kasza, hogy jön, tegnap este bandázunk, igen. De nem jött. Nem, ennyi. Nem akkora baj, nem hát, legyen jó, közt. Nem, én se kiabáltam, hogy nem, Tibi, az elmaradt Tibi, közös Tibi, hol van, azért Tibi. Nem, azért én sem bánom annyira, de... Ja, olyan sokszor nem csörögtél rá, hogy küldtél rá sem, hogy kérdőjel erejéig, hogy hol vagy. Na mindegy, úgyhogy aztán kimentünk még egy jót vacsorázni, valami meglehetősen középszerű halászcsárdába. És de akkor... jó, tehát jót indultatok vacsorázni, de nem sikerült. Igen, Laci nagyon tudta, hogy majd hova kell menni, botorkálva mentünk, aztán az nem volt annyira jó. De nem mondom meg, hogy melyik volt, mindegy, és 11 órakor egész. Mert hogy ez a nem egy. Ne, hát van egy csomó szegedi halászcsárda. Az, hogy jó tenni, hát mi az a neve. No. Rengeteg szegedi halászcsárda van. Hát, tudom, én tegnap csak 4-ben voltam. Hát legyünk őszinték, hát az ember azt is megmondja valami jó, meg azt is, ha kevésbé. Viszont de mi nem a szállodában felkértünk a szobában, mert volt egy ilyen lehetőség, egy ilyen nagyobb konferencia miatt, irigalmatlan full ház volt miatt. Két idős nénit és egy víztisztító. Igen, és egy WC pumpát, és két markos legényt a gépházba. És olyan rozmaringos krumplit küldtek fel, vagy burgonyát küldtek fel, bár nem azt kértük, de azt kértük természetesen, hogy készítve vagy nyersen egy meg. És egy krumplipucolót is küldtek, és azt mondták, hogy a hajat külön csomagoljuk, mert az komposztnak jó lesz. És egy jacuzziban ettetek? Mert az igazi, az olyan nagy képű lett volna. Vadon János ül a jacuzziban, megvan? És krumpli teszi. Szerintem az volt jacuzzi a teraszodon? Volt. Komolyan mondom, elkezdek reklamálni. Miért? Neked nem? Nem volt, neked is volt. Hát ilyetekről húztuk át. A virág rohadt nehezen emelte át azon a 2,5 méter. Miért nem volt jacuzzi a szobában? Mert neked a szobában volt. Ez igaz. Ja, igen, ezért nem volt a teraszon, hiszen a szobában de volt nem, kettő. De az nem volt csak, ez egy kád volt. Tehát, hogy az nem úgy. Neked kád, nekem pedig. Neked egy 50-es medence. Így van. És ott nem bózott benne tíz tovább, amiután felgyógyult. Na mindegy, szóval jó volt a rozmaringos krumpli? Nagyon jó volt, csak mondom, tényleg ez a jacuzzinak a teteje az olyan, hogy gyakorlatilag 4 ember kell hozzá, hogy leemelje, tehát hogy... És csak hárman voltatok? Így, még csak hárman voltunk, hogy kénytelenek voltunk áthívni egy mormon házaspárt a szomszédba. Hát a virág szája lehúzta, nem? Hát itt már jó erőben van. Lerántott, igen, mert egy kicsit ingerült, hogy... De nem kell lerántani.
Lehúztátok a tetőt? Persze. Föl kell hajtani. De ezt nem kell egyik oldalt? Az van, hogy hárman volt. Igen, értem én. De nem úgy, fölhajtod az egyik oldalt, és a másik oldalt is lehajtod róla. Azt nem lehúzni kell. Annak van egy dupla hajtása. Tehát fogod, félbehajtod, majd a félbehajtottat még egyszer megfogod, és kidöntöd oldalra. Az volt a baj, hogy a termálvíztől, mert nagyon be voltak losbátod a zsanérok középen, és nem lehetett meghajtani, csak egybe lehet. És fogtátok is húzni, és behúztátok a tetőt a szobába. Csúdanat kerülgetétek. Szerintem annak az a nyitási mód, hogy fogod a felét ráhajtod, és utána még a felédnél megfogod, és igen, azt is újra lehajtod szépen a jacuzzi mellé. Na, ti meg lehúztátok egy az ember? Hát ezt láttam, hogy ezt a módszert, amit te mondasz, ezt már próbáltak többen, de nem tudták megtartani a lendületet, amivel lejött a tete, és ezért letört a fele. Ez egy ilyen hungarocell, és azért szépen óvatosan, de meg mindegy, megoldottuk a dolgot, bele is ültünk, kb. 6 percig voltunk benne, aztán kiszálltunk, mert éreztük, hogy ez számunkra ez egy életidegen terep, ez a jacuzzizás. Eleve annyi víz, meg hogy meleg is, hát se nem fűtitek, se nem fürödtök sok vízbe, tehát nagyon sok életidegen dolog volt ott. Hát hogy így. Micsoda pazarlás, legalább 36 fokos víz és másfél köbméter a kutyafáját. Tehát ez nektek egyetlen adag. Az volt a szerencsé, 40 fokban már valószínűleg dobtunk volna bele vegyes zöldségkockákat is, meg némi zöldséget. De figyelj, ha már ott volt, nem mostad ki benne a ruháid, gyorsan, vagy nem volt valami ilyen recycling, tehát egy edzőtucot nem mostál be, hát akkor már takarítod. Nyitott kapukat döngetsz. Nyugtass meg, hogy legalább a pólódat meg a cipődet kimostad, mert a nén, már anyuk, mennyi víz van a medencében. Hát pazaroljunk. Hozzá már egy kis mosódiót. Hozd már fel a kocsiból a marmonkornákat, mert jó, de nyugtass meg, hogyha valaki esetleg csinált paparazzi képeket, nem csinált egy olyan képet, hogy állsz messze a jacuzzi, és nagyon szaparozod magad. Tehát nem tudod, hogy mire kell használni. Nem álltam, és samponnal nagyon habzott, és nagyon. Azért suroló kefével suroltad a hátat, tehát nem csináltál ilyen. Vicces egyébként, amikor bent világítanak a lámpák, törölközik a feleséged, meg ahogy hívják, a tini lányod, és a tetőn egyébként megjelenik két ember, és stírulik a távlaktokat, de most komolyan. Akkor mondtam is a virágnál, picit húzod, hogy már ugyan beljebb, mert tudom, hogy téged nem zavar, de engem. A másik lassan családtaggá válnak a szemszükbe. Nem egy Jimmy Savile leszármazott voltak, akik azért jöttek. Hát figyelj, egy apukának egy 12-13 éves lánynál lassan ezt el kell tudni viselni, amikor igen, már úgy felmérik a lányát. Ez egy szörnyű érzés. De kiugrottál a jacuzziból, letoltad a gatyád, és mondtad, hogy ezt nézzétek meg! Nem, még nem, pár nem, életek van, addig ezt nézzétek! Feltéptem egy 4 kilós darabot a díszburkolatból, és átdobtam. Szörnyű. Egyébként ez komoly, nagyon sokat beszélgetek erről a lányos apákkal, mert hogy vannak a baráti körben, és ők mondják, hogy 20 éves korukig mindenkit macsatában. Mondom, aha, majd figyeld el. De mit domátsz velük, amikor 18-ra szívjatom? Konkrétan ezt, hogy figyelj, hát nehogy valami szemét legyen az első, add ide bal. Add balina. Ne hagyd, hogy valami rohadék tönkre tegye. Mondom, a névnapom. Baliba, átjön Balihoz, ott alszik, hazamegy már. Minden rendben lesz. Na jól van. Mit csinálunk itt Szegedem? Hát kérlek szépen rádió műsort, ez az egyik feladatunk, a másik pedig utána ugye elindul a klassz nyár. Hoppá. És délutántól kezdve pedig egy fantasztikus helyszínen, amelynek neve Erzsébet Liget. Ne, azt akartam, néma, hát aki ő mindenre ja, kell, a Jani hát, mondja, én hogy Erzsébet Liget. Volna Erzsébet Liget, semmilyen más közteret ne keressetek, hogyha a Kassa Tibivel, Rúzsa Magdival, a Hooligans-el, illetve az Ergővel szeretnétek találkozni. Szegedésen Ergő, így van. Itt viszont a vastag testvérek jönnek majd 10 órától, és ha minden igaz, akkor énekelnek is nekünk néhány. Reményeink szerint, ja. Már klasszikusá vált vastag dalt, úgyhogy... Jön a Don, Csaba és a Konszellérieri. így van, Tamás. Úgyhogy 10 órakor itt a Duganis téren vastag koncert. Mi lett a meccsel? Mibe fogadtunk? Kérlek nagyon szépen, nagy a baj, ugyanis 0-0 lett a végeredmény. Az orosz ízét mondod, aki a másik, akire én fogadtam? Kivel játszottak az oroszok gyerekek? 0-0, én nem egy gólt láttam még, mielőtt lefogadtam. Szerintem lazán 1-1, de most akkor ott egy 1-0, itt egy 0-0, szerintem egy 1-1. Ez jó, megint. Adjuk a foci fél órára. Nem, adjuk a foci fél órára. Nem azt mondtam, hogy ez a vége, mert azt mondtam, hogy egy gólt láttam. Azt mondom, hogy akkor az minimum 1-0. Nálad egy 0-0, én egy 1-1-re tudok. Hogy Algéria jutott tovább. Igen. Azért, mert egál lett a meccs. Most, hogy 0-0-al vagy 1-1-e, azt nem tudom. Kire fogad senki? Hát te az oroszokra, én az algírokra. Döntetlen lett? Állítólag igen. Hát akkor senki nem csengett. És azzal nem lehet nyerni, hogy ki jutott tovább? A kanyarban nem vagy vele. De miért nem? Hát meg kit érdekel? Arra fogadtunk, hogy mi lesz a meccs végeredménye. Az nem? Is igaz, de hülye vagyok. Vagy a meccs arra, hogy ki jut tovább? Nem. Arra, hogy ki jut tovább. Te személy. Szóval akkor, és ez volt az egyetlen meccsünk? Ma kell sokat belőle. Ma kell sokat fogadni, így van, de tegnap csak erre az egyre fogadtunk. Egyébként ment a meccs, mert én
családlátogatásom voltam itt a belvárosban, és ott ment a meccs, de nem bírtam oda nézni, mert így háttal ültem neki, mondom, hát majd lesz valami. Az egyetlen ember, aki háttal ül, igen. Illetve kettő, te meg én. Igen. És de akkor nincs pénzmozgás. Hát sajnos nincs, hogyha egál lett, de szerintem mindjárt kiderül, hogy mi lett a végeredmény, nyilván a hallgatók megírják, megint, hogy milyen hülyék vagytok, megint erről beszéltek. Igen, akkor szóljunk a napnak, ne induljanak el ellenőrizni, mert nincs készpénzmozgás. Ja. Nem. Tudok róla számlát adni. Ma nincs készpénzmozgás, úgyhogy nem kell lefülelni bennünket. Jó, viszont majd 3-4-10-kor ne felejtjük el, átnézzük a hétvégi szaksajtót, és megtesszük tétjeinket. Jó, hogy kicsit látítasson ez a fociláz, mert gyerekek, dermesztő, hogy mennyire idegen. Már néha nézem a tévét, látom, hogy futball vagy, és kiráz a hideg, hogy tud ennyire idegen vagy. Ha fogadunk, akkor legalább lesz egy ilyen érzelmi kötődés a meccshez, hogy akkor legalább minimum megnézem, hogy mennyi lett a végeredmény. Én úgy tervezem, hogy november-december környéke megérint a szele. Igen, és akkor sem focinak. Igen. Viszont, gyerekek, Roger, csak mondom. De jó! Isten, de végre! Mondom, hogy a mester, igen? Az a 3 szedben egy újabb lépést tett a további meccs felé. Na most elárulom neked, tehát, hogy én, aki értek a teniszhez, a legelején vagyunk ennek. Ez a Rozsé gyerek, ez még azért hiába egyre rosszabb, még mindig benne van nyilván az első 10-ben. Ott igen. Ott vagy 5-ben. Tehát, hogy értelek, hogy ki ütött valami ízét, hát valami névtelen senkit. Nekünk már ez is nagy öröm. Aki nézi Roger, most már elég sokat esik el a fiú. De hát megteheti 4 gyerekkel 32 évesen, de most még tovább bent, úgyhogy versenyben vagyunk. És egészen jó a sorsolása, azt olvastam, úgyhogy talán egy negyed döntő is belefér még. De király lesz, hallod ezt? Negyed döntő. De majd mi jövő hétvégén a Gyokonádára megérkezünk. Jó. Uh-huh. Jó? Na. Legalább ez testre szálló téma. Múltkor kaptam a Feritől egy üvegbe esztergomi rozsét. Mi van Zolikával? Hogy állunk? Gyorsan nyisd már meg. Figyelj, srácok, tegnap este, amikor megnéztem, akkor már nagyon-nagyon közel álltunk ahhoz, hogy ne tudjunk nemet mondani arra. Hogy minimum egy telefonbeszélgetésre. Igen. A saját ígéretünkre, hogy V. Zolikát valamilyen formában vendégül látjuk majd a műsorban. Ugyanis, és most figyeljetek, mert ez lesz a legeges. Istenem, add, hogy ma még ne legyen meg a 100. Add, hogy ma még ne legyen meg a 100. Ma még nem vagyok vele felkészülve. Figyelj. Szerintem meg vagyunk. Van hozzászám? Mondja, nem, szerintem még nem lesz. Na. Nem lesz meg, de. Figyelj. Jövök. 104.683. Vézolika, Balaton. Ej, de jó. Gyerekek, kettő nap alatt tornáztunk fel 40 akárhány ezerről 100.000. 104.000. Nagyon szép. Tehát ha YouTube utal neki majd, akkor gyorsan egy bankszámlaszámot mi is dobjunk át, hogy akkor mennyi a részesedésünk. Vézolika, ezennel Morning Show szereplő lett? Bizony. Hát gyakorlatilag a 100.000-esek táborát erősíti innentől kezdve az ő első videoklipje, ami a nagyszerű Balaton című számra készült, hát és ahogy látom, még aztán a 720p-ben is megtekinthető. Atya úr is. És ne gondolt, hogy ma nem csendül fel belőle egy apró kicsi részlet. Mert hogy felcsendül. Hát ez óriási. És mit csinálhat egyébként most Elmiki? Na, én erre nagyon kíváncsi vagyok. Mit csinál most Elmiki? Hát szerintem alszik. Vagy. Igen. Hihetetlen parti arc. Többet? Ő semmi más nem csinál, csak bulizik. Szóval megvan Vézolika? Megvan. Megérkezett ő 104.383. Egyébként marra érdekes, mert olyan jellegű vagy tartalma SMS-t, vagy e-mailt nem kaptunk az ő irányából, vagy a baráti köréből, hogy ők reagálnak bármilyen szinten is erre. Nyilván úgy gondolja, hogy ez már kijárt neki, és igazából semmi köze nincs is a Morning Show-hoz. Csak egy picit később durran az. Zolika, elérted a 100.000-et? Persze, hogy elérted. Hát, ezzel a dallal. Mondta Zolika, hogy lángossal a kezében valahol fűzfőn. Miközben ült egy árnyas falat, tudod? Tehát, ez egy dal? Hát, ha még az lenne. Ha még az lenne. De nem lehet, hogy Vézolik a közízlés rombolása miatt 4 éve börtönben van? Tehát, hogy a dal kijövése óta elővezették, előállították, senki nem tette el a nem létező óvadékot, bement a börtönbe és nem jött ki. Tegnap már olyan jól tolta ezt a telipohár, üres pohár sztorit, nem. A közízlés formálásával nyújtott. A diktálás. Elévülhetetlen érdemei mellett. Hát várományos, igen, de inkább liszt. Igen, szerintem igen. Inkább liszt. És egy karinti gyűrű a szöveg miatt mindenképpen. Azért gondolom, hogy némi közünk lehet ez a 104.383-as megtekintéshez, mert látom itt egy Zolika megrimékelte a Seveletse nélkül című klasszikust is, és azt 5376-an nézték meg. Tehát abból 5000 a család. Jó, de azt nem akarod felhozni, ugye? Igen.
azt nem hozzuk. Azt nem akarod felhozni 100 000-re. Nem, Zolikával beszélünk, és akkor utána rámegyünk a grófokra, nem hagyjuk őket, meg a csigabigát is megcsináljuk, még a Béla jött az A7-essel, tehát hogy azért ezeken még van mit dolgozunk. A grófoknak szerintem elég jól megy. Nekik is. Igen. Az igaz, nekik 10 milliónál van, rajtuk nagy képűség lenne, hogy dobunk rajtatok kicsit, az lehet, hogy kicsit arcoskodó lenne. Igen. Na jól van, hogy állunk játékkal? Megnyertük a hetet, 3-1 jelen pillanatban, úgyhogy mi el is engedhetjük, a szegediek még küzdhetnek az ajándékcsomagért. Egy szépítés még benne van? Lehet, vagy 4-1-re elpáholjuk a hallgatókat. Jó, legyen ez. Ugye most nem kell SMS-t írni, ha külső helyszínen vagyunk, mindig a helyszínről választunk. Úgyhogy, igen. Úgyhogy akkor a helyszínről választunk, ami a Dugon is tér. Szeged, mindenkit szeretettel várunk ide. Ezt szeretem, hogy amikor megbotlom a tűztéren, ott látod, vagy felsegítesz, és azonnal alán fekszel, a golyó elé állsz, fölkapsz hátadra, és kiviszel a napalm elől. És nem túl széles hátamat nyújtom. Igen. Támaszul. Jól látom, itt lehet esetleg vásárolni valami kaparható anyagot? Annyit látod itt a szeretőkében egy kis bódéban, mert hát hogy itt vannak ilyen játékok is, és úgy gondolom, hogy hogy venned kell egyet. Igen, úgy gondolom, hogy örülnék mondjuk egy például egy e-mailnek, hogy nyert. De szerintem az S betűs most a nagy szponzorunk, vagy az M betűs erre a kitelepülésre? Hát szerintem mindenki. Mindenki? Igen, hát meg akkor a K betűs. Neked kaparunk egyet együtt. Jó? Jó, legyen így. Addig kiadtok egy kis citromlemet, de most ez csak jutalmaz meg a szolgáltatóimért, amiért felsegítettele. Ja. Ne sikoltsatok nagyon, kiadtok egy kicsit, hogy visszajöjjön. Jó? Jó, de akkor a gépeket viszont elvinnék. Ne kicsit, és akkor 2 van. Fél hét múlva pontosan 2 perce jönnek a hírek után jövünk a játékkal mi is. 9 perc múlva pontosan, ugye? 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk. Minden szegedének itt a helyszínen, a Dugon is téren, ahol elindult a klassz nyár első évad nyitó szezonális találkozója. Szezonális találkozója. Hölgyek, urak, gyertek a korzóra. Itt még annyira nem érződik az, hogy nyár van, de egy picit arré hát, már nem. A medencének a partján, illetve hát medence. Medence? Nem, az a helyzet, hogy már azért elég sokszor fürödtem közterületen szökök utakban. És ezért egy picit már inkább medencének nevezem őket. De hogy ott a másik oldalon például már nap is van, itt még nincs egyelő. Jó, azért ne feküdj ki a partjára most, jó? Ledom a textilt, és megsütetem a mindig van a csomagtartóba a szappan nálam a gondolat, akkor elfordítom a tömeget, és akkor gyorsan állj be egy kicsit. Tudod, hogy csinálják sokan. Hát persze, mert nyáron jó időben simán. Kicsit beállsz, és kicsit fürdesz. Nem kell szappan, soha nem engednek el otthonról tisztasági csomag nélkül, tudod, nagyon jó. Akkor meg vagy. Na jó van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Tetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Ki engedte meg, hogy a leülje a helyemre? Nézd meg. Nézd már, hogy otthon érzi magát. Igen, belakta a helyet. Igen, hello, jó reggel. Hello. Te már csak így a Feri székében? Én csak találtam itt egy széket, ahol kényelembe helyezem. Itt a meleg szendvicsem. Figyelj, jött a meleg szendvics, vigyél egy kocsi kulcs. Ez Feri ásványvize, parancsolj, nézd laptop. Minden, figyelj, aki mi vendégünk, azt nagyon jól tartjuk, mi pedig jól tartjuk a hallgatóinkat. Köszönöm, hogy hívnak, szépen. Hello? Gábor, hello Gábor. Szegedről vagy, messzebbről jöttél? Igen, Szegedről. Dolgozni mész? Igen, mit dolgozok. Csinálsz? Mit csinálsz? Hát szegvétúrákat vezetünk itt Szegeden. Szervezünk, úgyhogy ha mondtátok, hogy van egy út a programotok, akkor tudtak jönni hozzánk. Ez. Szegvétúra, út a popsim. Igen. Jöjjön velünk, utazás a popsim körül. Átformálva a karinti regényt, igen. Hát azért ennyire nem megyünk erotikus irányba. De miért nem? Hát nem is értem. Milyen túrák ezek pontosan egyébként? Hát itt a belvárosban sétálunk végig, ez egy ilyen 45 perces, és nagyon sok érdekességet megtudhattok a városról, amellett, hogy ugye ezt a gépet is használhatjuk. És te mesélsz így, hogy és akkor egy kicsit, ha balra dőlünk, akkor itt látható a dóm. Ne arra, hölgyem, ne arra, pap! Hát megmondtam, hölgyem, ne arra! Ugye ezek a kétkerekű járgányok, amiről beszélünk. Egyébként ez nem, tehát hogy ez miért nem dől föl? Ezt érted, hogy ez miért nem dől föl? Értem. Hogy? Azért, mert ez úgy van kisúlyozva, hogy tehát, hogy azt, ha te ráállsz, akkor ez nem dől el, valami olyan rendszer van benne, és akkor a test... Ha te ráállsz, az földől, akkor... és akkor a testmozgásoddal kell neki lendületet adni, megfékezni. Onnantól fogva, hogy felszálltál, a te tested a gáz és a fék, semmi más.
Hát Feri, hét után föl is rakunk egy ilyenre, hadd nevessünk. És ha még lesz gáz, pupikám. Figyelj, csak a szökőkút fog megállítani. De hagytok a tömegbe. Ha még egyszerű magyarázatot kívánsz Feri, mert nem hülyék terveztek. Nem mi terveztünk. Ja, az a durva, hogy meg kell tanulni vele közlekedni. Tehát, hogy egy pillanat, az egy 5 perc, 10 perc kell, mire megszokott, hogy mi van. Tehát rász és mész, az Uber jónak kell lenni. Én kicsit szoknod kell. Én nem felállni, mert hogy attól féltem, hogy aztán az lesz, hogy na jó, hát vannak kivételek, hát még senki nem dölt fel, de hát Jánosnak sikerül. Igen, hadd csináljunk egy fotót, igen. Jól van, kivel szeretné játszani? Veled. Ezt hogy miért mondod ilyen erotikusan, hogy veled? Velem, jó. Te képzeled vele. Figyelj, én még már nekem is cserepes lett a számától a veled. Már kétszer játszottam a héten, hát miért nem ihatom meg a teámat? Hát nem tudom, hogy kétszer játszottál, aztán most te voltál itt a legközelebb. Ez igaz. Nem tudom. Ez igaz. Jól van. Essük egymásnak. Nézzük meg, mire menjünk egymással. Nekünk már nincs tétje, úgyhogy nagyon-nagyon felszabadultan tudunk játszani, de neked még lehet egy egyéni ajándékcsomag, ha kihúzod az egy percet. Jó? De jó, igyekszek. Na, János? Eljöttök egy pillanat, azt mondja, hogy pinkód. Újraélesztés. Figyelj, a zene pont egy perc, Jani. Na, figyeljetek. Ezt így 5 év után mondom, hogy pont egy perc a zene. Majdnem megettem a kanalamat. Na. Na. János, nem nem lenne baj, ha elkezdenénk. Igen. Még valami esetleg. 3, 2, 1, fire! Na, gondolom, szeretnék kérdezni, itt vagyok, figyelj. Persze, szeretnék kérdezni. A tiéd vagyok, azt csinálsz velem, amit akarsz. Valóban. Valóban, kérdez. És mit csinálhatok veled? Ilyen kérdéseket teszel fel. Mi jár a kis buksitban? Nagyon sok minden. Sok minden. Figyelj, hogy kell ezeket a kütyüket irányítani? Mesélj egy kicsit, hogyha rátesszük Ferit majd hét után, akkor mi lesz? Meg fog rajta állni, remélhetőleg. Elesik majd, szerinted? Esés nélkül fogja végigvinni a használatát. Uh-huh. Bonyolult? Abszolút könnyű használni. Könnyű használni. Nagyon könnyű használni. De néha azért nevettek, amikor elesnek kicsit idősebb magukat, még kaszkadőrnek gondoló hölgyek? A nevetés az el szokott maradni, mindig nagyon ügyesek az emberek. De azt hiszem, azt mondja, hogy nevetés el szokott maradni, mert mindig kopony alapi törése. És olyankor kevésbé nevetünk. Jó, és akkor te vagy a túravezető, te mész elől, te gurulsz elől? Én is szoktam lenni, valamint dolgozunk még 3 túravezetővel, tehát különböző túravezetők vannak. Lejárt az idő? Hát gyerekek, gyerekek, ami ennek a játéknak az elején volt, hát azt hittem, hogy tényleg közelebb húzott. Megvan az ajándékcsomag. Jó voltál, ügyes voltál, tényleg, kifejezetten. Gondoltam, én is elcsavarom a Reluxát, mi Ferivel kimegyünk, kiszunk még egy kávét. Kifejezetten ügyesen játszottál, tényleg jól játszottál. Egy ajándékcsomag ott van mögötted, Feri már is a kezedben nyomja, jó. Sok szeretetem, mindenféle kis bögrés, egéralátétes, nyakbaakasztós, nagyon-nagyon ügyesen játszottál. És mondtátok, hogy van itt program Szegeden, meg szétnéztek, akkor gyertek el nyugodtan Széchenyi térre, és akkor elviszünk titeket szívesen egy személyi túrára. Mondanám, hogy jövünk, de nem akarok hazudni. A János marad, de te is valamilyen állatokat mész böngészni a Vadaspark környékére. Úgyis van, pontosan. Drágák vagytok, köszönjük szépen, viszont hét után, ha lehet a Feri, csak egy jó ízű, hangulatos nevetés erejéig rátennénk erre. Persze, nyugodtan így kipróbáltad. Jó, nem megyek, te maradsz itt, tudod? Vagyok persze, jó. Ide, és akkor megtanítalak. Nézd, ahogy áll azon a két kerekű, te nem így fogsz. Ő rá van ragasztva szerintem, hát az nem lehet. Többenetébként jól néz ki. Oké, mindjárt folytatjuk akkor. Jó, drágák vagytok, köszönjük szépen. 2 perc van pontosan, 7 óra, Szegeden vagyunk, ha valaki esetleg érdekelt a dologban, jöjjön Dugonics tér, ugye majd délután az Erzsébet ligetben jönnek a fellépők, Kaszatibi, Rúzsa Magdi, Huligánc és az Ergő, viszont Vastag Csaba és Vastag Tamás még itt a Dugonics téren teszi boldoggá Szeged nagy közönségét. Szegedet. Na, úgyhogy Vastag Csabi, Vastag Tamás koncert 10-kor, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt 12 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello! Hello. Sziasztok, jó reggelt, drága. Sziasztok, Szegediek, köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Hallgató. Jöhettek még. Sokan vagyunk, de nem vagyunk eleget. Szeged, Dugonics tér, ugye? Dugonics tér. Így van. Erzsébet léget majd délután, Kaszatibi, Rúzsa Magdi, Huligánc, Ergő, de most ugye élő rádió műsorok és koncert a Dugonics téren, ahogy ezen a kis szórólapon van. Vastag Csabi és Vastag Tamás, gyerekek, 10 óra, akkor itt bugyik röpülnek majd. És sikítozó. Bugyiba járnak a vastag. Igen, bugyikat, nem van néhány beépített emberük, akik a csúcspontok bugyikat szórnak fel a közönség soraiból. Hát őket szeretik a csajok, nem? Imádják, főleg, együtt vannak, főleg a Csabát. És gondolom, hogy Tamásnak is jut egy-két lepattanó. Hallottam fordítva, hogy a Tamásnak és a Csaba megy a lepattanóra.
vagy volt ilyen történet. De csak mesélik. De ezt csak nem mesélik, az hát számolták az érintettek. Igen, nézzünk gyorsan egy-két közlekedési hírt. M6-os Pest felé Dunaújvárosnál felüljáróról van egy trafink, ezt Janis küldte nekünk. M6-os 50-es kilométernél Pest felé a felüljáróról mérnek. Tök jó, mert mind a két SMS tök ugyanaz, szép volt, Bali. Még elmondhatnám, hogy Trafipax az M6-os 48-as, 49-es kilométerre között a felüljáróról. Ez új, új érzem. Janis küldte nekünk. Ez új, de ugye? Janis Joplin. Zsola küldte. Csak ugye, hogy vannak, akik néhányan megsértődnek, hogy miért nem olvassuk be az SMS-ét, aztán kiderül, hogy más is elküldik ugyanazt, és én inkább azt választom, ugye? Illetve van egy másik variáció, hogy nem küldenek. Így van, és ezért nem tudom beolvasni. Trafi az M2-esen Gödnél, méghozzá Samsungnál, ezt Mogyi küldte nekünk. És igen, ez egészen pontosan a Gödi kiállóban van, a Vác felől érkezőket mérik. Szvert is elküldte, és a 4-es főúton a ceglédi körforgalom után Budapest irányában az útszélén áll egy kék Suzuki Swift, betört ablakkal, valószínűleg kirabolva. Ha valakinek hiányzik, ott megtalálja. Tehát ellopták, kirabolták, és ott hagyták? Valószínű ez lehet. De most ez már milyen világ tényleg? Most már egy Suzuki-t is kirabolnak? Igen. Tegnap meghallgattam V. Zolikát, és ha jobban megfigyelitek, abban a számban munka van. A refrén nem véletlenül olyan, amilyen, a fűz nem az ízzel rímel, hanem ott keresztrímek vannak, tűz, fűz, víz, íz, ezt Massa küldte nekünk. Hát Massa, ez nekünk is feltűnt, így napokkal korábban, de köszönjük szépen azért. Köszönjük szépen, mindenképpen megpróbáljuk V. Zolikát elérni telefonon ma, mert hogy ugye megígértük, hogy eléri a 100 000-et, akkor adásba tesszük. Nincs előre leegyeztetve, rárepülünk, aztán megnézzük, hogy lehet-e beszélgetni, vagy ki ő, mi ő, itt hívják, nem itt hívják, 8 után hívjuk V. Zolikát. Így van, egyelőre nem sikerült elérni, mert lakoztatja a haját. Igen, Bali, ráthallgatva életem első tipmixével megtettem az oroszokat. Jössz 300 forinttal. Amatőr. Latkos ümegről. 300 forinttal, te. A rohadt életben. Hát de most komolyan. Hát majdnem életben. Olyan nagy stílű vagy, mint a Jani. Családfenntartóként. Ezt a Jani... a felelőtlenséget. Ja, Jani szokott ilyen 200-250-eket feltenni. De remegve. Nehogy szóljanak értem. Úristen, 200 forint, Jézus, megőrültem le, megindultam lefelé a lejtőn. Igen. Hali, kérek egy tanácsot. Bejön egy pasi a munkahelyemen, miből derül ki, hogy neki én is. Gond, hogy minket te házasok vagyunk. Köszi, Kriszta. Kriszta, hétfőn újra benn vagyok, gyere oda nyugodtan. Tényleg, mit csináljál ilyenkor? Kriszta, kérdezz meg, hogy bejössz-e neki, nem? De így. Így. Szia, bejövök. Szia, Kriszta vagyok, bejöhetek? Ez kellene, de szerintem az a csajok tudják, hát azért adnak vannak jelei, nem? Mi a pontos helyzet, hogy bejön egy pasi a munkahelyemen, miből derül ki, hogy neki én is? Aha, tehát hogy Kriszta oda van valakiért, de nem tudja, hogy az illető viszonozza-e. Aha, ugye ez? Szúri bele egy kis villát egy muffinba. Egy puncsos muffinba. És übe a zsarbóba. Hát miből hát azért ad egy nő? Hát ülj a közös ebédnél, hogyha van ilyen. Hogy ez már nem divat munkahelyen, hogy leülünk a étkezőbe. Ezek Feri, ezek ilyen gimnáziumi élmények, amiket te mondasz. Hát, hogy oda a menzán. A menzán, oda söndöröd. 40 kilométer van a legközelebb menzán. Véletlenül leöntöd levessel, érted? De ilyenek. Ne, valami direktebbet kellene. Mit lehet csinálni? Hát találsz neki, és megköthet a cipőfűzőt. Az a baj, az minden, de arra minden pali reflexből oda néz. Tehát, hogyha nő előtted lehajol és beköti a cipőfőzőjét, megnézed a fenekét. De és hogy a Kriszta hogy vegye észre, hogy megnézik-e a fenekét, hogyha két lába között hátrálsz? Nem, hát valahogy kontaktust kell teremteni, nem? És akkor utána, ha már ez a kontaktus megvan, akkor azért az a palin látszik. Hát kéne tudnunk, hogy egy osztályon dolgoznak, vagy csak itt látásból ismerik egymást. Lehet azt látni. Van-e lehetőség oda menni, hogy ezt írd alá? Hát embernek nincs esztenivalója, nem? Mondjuk, de. Mert hogy hát de, mindketten házasok. Mindketten házasok. Micsoda erkölcsi fertő az, amiben mi segítünk itt. Hát el is felejtettem. Nem, inkább elégem. Gond, hogy mindketten házasok vagyunk, illetve igen, gond, hogy mindketten házasok vagyunk, mondja Krisztus. Nem kérdezem. De neked nagyon szimpatikus ez a fajta nyitottság, ahogy azt mondtad, hogy nincs semmi veszteni valójuk. Hát micsoda erkölcsi fertőben nyújtunk mi segítséget. Hát persze, hogy gond, Kriszta. Hát menj haza, és beszél meg a férjeddel, hogy bejön egy pali a munkahelyen, és mit csináljál vele. Jó, nem? Jó, Kriszta, akkor most 10 miattyák ötüdőz légy, jó? És ne hajolj le. És ne hajolj le. Eszedbe ne jusson. Így nem segíthet. Nem, így nem. Így nem. Majd három hét után... De majd írd meg, hogy mi lett benne. Igen, majd három hét után újra veletek vagyok, az államvizsgát követően teljesen más érzés reggel felkelni, és nem a könyvet kinyitni, hanem a rádiót bekapcsolni. Az élmény felbecsülhetetlen. Hát mi ezt már nem is tudjuk, hogy milyen egy könyvet kinyitni. Na, megnézed ezt a kis kütyüt? Megnézzük? Menjél, Feri, próbáld ki. Nézzük már meg, hogy megy a Feri ezzel, mert szerintem sehogy. De mi van, az, van sehogy elég van. Jódunk? Nem az, hogy jódunk. Van sebb tapaszt.
Figyelj, Feri! Én vagyok, igen. Keresett a Feri. Van súlyhatár? Van. Mennyi? 120 kiló. Sajnálom. Mennyi? Az a kódjál. Ott vagy, de 120. Nem vagy, te 120. Mit csinál? Most tudom, hogy rajta van nem. Ez a fülhallgató. Nem veszem föl. De igen, a sisakot fel kellene. Jó. Vedd már föl a sisakot. Nem, azért vedd föl, mert ismerő a koordinációs képességedet, azonnal hanyat vágódsz. Nem, tehát, nem úgy, Feri, a fenekedre kell fölcsapolni. Hogyha baj lenne. Veled, most kivételt teszek veled. Kösz. Jó, várjátok, mondjuk, hogy miről van szó, talán sokan nem tudják, hogy ugye egy kétkerekű járgány, aminek egy ilyen függőleges kormánya van, olyan, mint egy ilyen robogó, csak ugye függőlegesen áll a kormány, és magával a testsúlyjal kell ugye egyensúlyozni. Mi a neve ennek? Szegvény. Zöldre világít a közepe. És ami egyébként mondjuk itt szokatlan, például egy kerékpárhoz vagy egy motorhoz képest, amiken szintén két kerék van, hogy ezek a kerekek egymással párhuzamosak. Nagyon jól látod. Ez nem létezik, ez nem perecel. Hát rász, megnyomod előre, nézd meg, hogy ide, nézd meg, azt akarjátok látni, mi, hogy vérzek. Nem tudsz eldőlni, mert ha rász, ez a dolog, ez kiegyensúlyozza valahogy magát, és abban a pillanatban ez megtart téged. Hát van benne egy számítógép, és ez másodpercenként 100-szor érzékeli azt, hogy a testsúlyodat hogyan, merre helyezett, illetve kormányzol, és úgy egyensúlyoz ki. Meg ez egy egyszerű fizikai módszer, tulajdonképpen ez a giroszkóp működik. Aha, benne. Persze, ez a piárdom, a számítógép. Fizika, giroszkóp. Van benne 4 mókus, és ide-oda rohan. Gyerekek, giros jó szószal. És finom pitában. Na. Most mit, ne te álljál rá, majd én rá. Látom neked, azért demonstrálom. Nem kell, de, adja. De demonstrálj, Feri, láttalak én téged sportolni, demonstráljuk. Mikor láttál? Ne rombold az imízsemet. Így szokott menni, hogy mindenki tudja, mi? Nem olyan, hogy amikor jönnek a túrázók, akkor mindig csak megmutatjuk azt, hogy hogyan kell használni, és akkor onnantól fogva jön a betanítás. Tehát most tulajdonképpen egy betanításon fogsz részt venni. De most te kinek nézed a Ferit? Halló? Ha is beleiszik, ami darabos. Infekszik láthatatlan. Tudjuk, hogy megfogod a kormányt. Ja. Itt középen zölden világít, akkor tulajdonképpen zöld jelzés azt jelenti, hogy felszállhat. Jó, azért nem hülye, azért nem hülye, tehát a Feri, de nem hülye, tehát ilyen világít a zöld lápa. Retard vagy, elmagyarázom. Te figyelj, csak a piros már tudok átmenni, igen? Igen? Igen, akkor fellépsz az egyik lábaddal. Most kiengedett a giroszkóp, kiengedett, látod? Igen, és hogyha felszállsz rá, akkor előfordulhat, hogy legelőször találkozol ilyen rángatózó érzéssel, de ez amiatt van, mert a gép keresi a súlypontodat, akkor nem kell megijedni, meg kell nyugodni. Azt fogod érezni, hogy péntek és szombat éjszak, az a rángatózó. Ez a nagyon hullámzó, nagyon rángatózó érzés lesz. Kicsit beállítod a térdedet, és akkor az első feladat az, hogy egyenesen megálltál rajta. Ha egyenesen stabilan állsz rajta, akkor oké, rendben vagy, mert ugye ez a legfontosabb dolog, hogy megállni tudjál vele, mert fékezni, mert menni nagyon könnyű. Tehát ha mész előre, akkor meg annyi, hogy dőlsz előre. Ellesel, halló, gyere vissza. Figyelj, és hátra, hogy mész? Hátra. Feri, Feri, ez neked semmi. Feri. Úgy súly tudsz jobbra-balra menni. Jó, jó, hagyjuk a dumát, ezt sose szerettem. Szálljál le róla, puding próbálja az evés, nézd meg a szőke cica, már rögzíted. Mi? A gyerekek két kézzel kell fogni. Fogjad a mikrofonomat? Idősek és gyerekek takarják el az arcukat, jó? Nem szép látvány, egy koponya alapi törés. Engedd el. Nem, Feri, nem. Miért nem? Ne, jobb, ha nem engedj el. Ne legyél már, te most kivel van? Hát, ismerlek. Engedd már, hagyd nevessük. Engedd már el, menj, engedd el. Engedd már! Szokjad, szokjad egy kicsit! Ne gyilkos! Végre! Ez az! Szokjad! Ne nyúlj hozzá! Menjesz neki! Ne nyúlj hozzá! Erről van! Na, nem figyelj! Ja, megy ez! Nézd már! Hogy barnul a varrás! Nézd a sutát! Nézd, hogy megy! Lőjék már ki, elszabadult a rohadt nagykan! Feri, vigyázz, Feri! Feri, elindult! Hogy áll meg? Dőj hátra, dőj hátra, dőj hátra! Dőj hátra! Figyelj, nem tud megállni! Hihetetlen nyomorult vagy, így van. De csak óvatosan. Sztárok a Porondon című. Hú, de amúgy nagyon ügyes vagy. Figyelj, azt képest, hogy először álltál fel rá. Igen. Figyelj, tolatni nem is rossz, tud. Nem hallod? Rossz egyébként. Abszolút. Nagyon figyelj, szuper. Feri, te ezt egészen jól csinálod. Nem értem, hogy, mert ez nem volt benned eddig. De komolyan, annyira ijesztően indult, és nagyon profi. Komolyan mondom. Feri nagyon elindult jó. Ezzel a két kerekkel, nem néztem volna ki belőle. Nagyon jó. Azt mondja, bemegy a tömegbe. Gyere. Na jó van. Ügyes kis jószág, hogy gyere vissza egy kocka cukor. Ez tök uncsi, nem törte össze hova magát. Hova mész, Feri? Aha, aha. Hát, ez most tervezed, hogy már kim vagy a térre? Igen, nem baj, hogy már a forgalomban vagy, Feri? Lehet, hogy vissza kéne jönnöd. Hm? Aha. Nehogy aztán szembenézél egy ifával. Egészen jól megy. Mik azok, hepehúpák vagy gyerekeken gázolszál? Lassan elsírom magam, tényleg. Meg ugye? Meg hatódva annyira jól. Nyugi, én is abban reménykedtem, hogy elesik. Tehát, ugye, de... Francba már. Érted? Jó, ez itt a kuncsi. Tényleg jó választás volt, hogy nem adtam rá igazából bukósisakot, mert figyelj, 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 és megáll.
figyelj, és hátrafele is megy. Nézd, mondjuk, most nem annyira tudatos, látva az arcát. Na jó van, hát ez megugrotta. Hát én visszamegyek, mert fázom. Na mindegy, hát nem esett el. Ja, szerintem egy tapsam meg az arcán húzza. Ez, az a baj, nem esett el, ez így nem jó. Ügyes voltál. Na jó van, Feri. Na most fogja. Ügyes vagy. Fogom. Ezért jött ide ez a soknép, hogy azt lássa, hogy tudsz vele menni. Gyerekek, ez nagyon jó. Ez bárki meg tudja. Hogy adják? Veszünk egyet. A Széchenyi téren vagyunk. Jó, ez már. Nem azért jöttünk, hogy reklám legyen. Mekkora reklám. Figyelj, van. Nagyon jó, csak izomlázam van. Én most sportoltam, Jani? A te esetedben igen. Sőt, túljutott el a zeniten. Azt gondolom, hogy te nem sportoltál, egy héten lehetettél. Csípőbe, a jobbra dőléstől. Jó, jó van. Jó van. Figyelj, nagyon jó. Én azért keresnék egy szakorvost, ha már most előjön az izomlázom. Figyelj, ez nagyon meg. Nagyon jó volt. Van valami előírétet ebben a dologban? Hát amikor fröccsözünk utána, hogy hazafelé mész, mindig kell egy kis kiegyensúlyozás, az lehet a dolog. Ugyanígy, jó volt. Ugyanígy gurulsz egyébként. Igen, igen. Tényleg, Elmiki ezt látta? Hát nem tudom. Elmiki ezt nem is tudom, alszik szerintem. Ugyanazt valószínűleg. Mit csinál most Elmiki? Hát, ő nem néz téged. Irigylésem előtt, hogy életem van Elmikin. Hihetetlen ez az Elmiki. Na, viszont történt valami talán tegnap, és szeretném ennek az okát megfejteni. Na. Legalábbis elképzelni, hogy ez hogy zajlik. Kérdezd. Mert hogy én ugyan ebben a feladat, vagy ebben a műsorban nekem mindig az a feladatom, hogy kérdezzek, és akkor álhülyét játszak, ugye? De én szívesen itt vagyok van. Direkt hülye, aha. Hogy a kérdéseimmel tovább bővítsem a műsor folyamán. Mindig behozok egy-egy dolgot, amit direkt nem értek. Hogy a fenébe van az, hogy csinálják az egyes villamos pályájának építését, és a lelkes munkások annyira belemerülnek a légkalapács, meg mindenféle más eszköz használatába, mm-hmm. hogy belefúrnak a kisföld alatti födémébe. Hogy ez... Hát most te vedem, de mi a kérdés? Ha előfordul ez, nem? Amitől az alagútban omlani kezd a vakolat. Honnan tudták volna, hogy ott van az a kisföld alatti? Na most kezdjük már elevein. Ugye történt, ahogy elmondtam, hogy az egyes villamost építették, vagy átépítik, és közben elkezdték ott ugye ügyeskedni, és... nem lehet tudni, hogy egészen miért, azóta se tudták kiderülni, hogy miért követték el ezt a hibát. De napokig nem járhat a föld alatti, egészen az oktogonig, mert hogy a járműveket nem tudják máshol visszafordítani az alagútban, belefúrtak a födénbe. Hát de most eleve induljunk ki abból, hogy a villamos fönt jár, a föld alatti pedig ugye a nevéből kifolyólag is erre lehet következtetni lent. Miköze a két dolognak egymáshoz? Honnan kellett volna tudniuk, hogy ott van az a két állomás? Tehát ott van, melyik kettő között történt? Az oktogon? Nem az oktogon, hanem azt mondja, hogy a Széchenyi fürdő és a Mexikói út között. Na, most érted, van ott két ilyen állomás. Hát te azt látod, hogy az egyébként ott merre megy? Nem. Na, nem látod? Ha miért nem látod? Ha már a föld alatt van. Hát hogy látnád? Ugye a múltkor a tökölit vették föl a sineket, a tökölin, és ott ugye átvágtak egy vízvezetéket, aztán elkezdtek belépőjegyet szedni, mert idősebb asszonyok úszó sapkával megjelenve a hónuk alatt, ugye mondták, hogy hát akkor ők jöttek csobbanni egyet a nyári szünetet töltő unokákkal. Az is érdekes egyébként, hogy egy ilyen simfelszedésnél átvágod a vízvezetéket, de és mondját rá. De ilyenkor elkezd a Józsi fúrni egy légkalapáccsal, és ott áll mellette valaki egy ilyen rajzzal, megy a légkalapács, elindul a dolog, fúr nagyon, majd egyszer csak rájön, hogy meg kéne állni. Nem jön rá. Az a jó, hogy ott mindig van egy ilyen műszakvezető, tudod? Igen. Mert a légkalapácsos, ő légkalapácsolni tud, de nyilván van egy ember, aki a tervrajz, hogy ért, hogy le tudja olvasni, igen. Amire oda van írva, hogy 40 centit le kell fúrni. Mert egy, de most az megvan egyébként, hogy a sín... Józsi, kb. 40-et! Mit mondasz? 40, te barom! Mit figyelj, nagyon sokat kellett átfúrni, tehát ez 2 méter legalább. Jó, hát most 2 méter vagy 40 centi, igazából nem olyan nagy különbség. Józsinak azt mondták, Józsi, fúrja. És Józsi fúrt. Megkapta a légkalapácsot, fúr. De hátul hogy... vagyunk, kávézunk. Józsi, kám, 40 centi, 50-nél azért lassíts. 80-nál álljál meg, mert lecsapja a biztosítékot. Érted? Belefúrta. És kézzel milyen, mikor jössz te a kisfold alatti sofőrként, igen. Vagy vezetőként, ugye? Boldogan, kicsit unatkozva, mert minden nap 30 éve ugyanaz a vonal, mész előtt, és azt látod, hogy... És beesik valaki. És megjön Józsi a légkalapáccsal, benéz. És így,
úristen, tudod, ez csak omlik a föld, elmész arra, megfordulsz, már nagyon omlik a föld, és a harmadik járatnál megérkezik Józsi a légkalapáccsal. És ott sétál a sineken, és fölötted pedig világosság szűrődik be. Azért az egy nagy élmény. De várjál, Józsinak nem is lehet gyanús, mert sín-sín. Ugye? Tehát lehet, hogy még tovább is furt volna. Nem? Hol nem hosszában voltak a sík? Mész már fel is újítottuk. És lehet, hogy megpróbált egyébként így leplezni egy darabig, hogy ne derüljön ki. Szerintem az volt, hogy egy-két törmeléket, mint tudod, a lábával egy kicsit rákotort meg. Biztos, hogy az volt, hogy tudod, amikor mit tudom én, lékeled a dinyét, hirtelen így leérsz, tudod, vagy bármi belevágsz, és hirtelen üregbe kerülsz, hogy ő is látta, és elkezdett, ahogy te is mondod, sittet ráhordani gyorsan. Igen. És ezzel ugye lent a föld alatti vonalán egy 3 köbméteres lyuk keletkezett, vagy domb keletkezett, mert folyamatosan 10, felkezdte föltölteni. Kb. 20, kb. 30, kb. 5, az anyát! Figyelj, ez döbbenet. Hát ennyi. Ez döbbenet. Jó, de most tényleg honnan figyelj kellett volna tudniuk, hát még csak 1896-ban adták át. Hát. Figyelj, nálam is, amikor fektették a csatornát, úgy vágták át a nullás kábelt a srácok, hogy lelkiismeret furdás nélkül kiütötte a mikrót, a garázskaput, a hűtőt, a tévét. Mondták, hát rajz, onnan ott volt. De mondom, ember, hát szeretem. Itt van egy villanypózna. Hát szerinted a villanypózna mellett nem megy a nullás kábel? Hát, nem, bocsánat, de minden jó hírünk is van, mert a telekalap termált találtuk. Meg egy barlangot. Tudod, és az a legszebb, amikor jön, hogy na, itt a terv, látja? Hozta. Nincs rajta mondta, a kábel, várjás, most jön. Húvazzeg, fordítva! Itt az aljának a kolbász folton. Én ülök a házban, és azt látom, hogy ezt elmeséltem. Ingadozik a feszültség. Tudod, a mikro elfüstölt, garázskapu tönkrement, peres eljárás, fölújítás, ott minden. De ingadozik a feszültség. Kirohanok, látom már üvölt, Józsi átvágtad a nullás, azt Ott is Józsi dobott. Mit csinál az ember, aki átvágta a nullást? Oda ment, figyeld mennyire okos. Azért ingadozott a feszültség, hol jött vissza, hol nem, mert rugdosta a nullást. Nagyon ma, ha lehevágta. Ha összeért, akkor jó, nem? Összeért, és elment, összeért, elment, elkezdte rugdosni. És neki, ne rugdosd, de hülye, hát az megvág, akkor te is meghalsz. Mi van, ha belefúr? Vagy a markoló belvág. Mi van, ha nem veszik észre? Nézd már, és még fúr, még mindig fúr, még mindig fúr. Jó, nem rázza az ára! 4000 évig kell a biztosítóval pereskedni, hogy ezt kifizessék, meg a nem tudom, elművel, de hogy... Szóval azért ezek nagy rejtélyek. Nyilván, ahol dolgoznak, persze elkövetnek hibát, de azért belefúrni egy föld alattiba... Ahol a lugés van. Így van. Micsoda matematikai törvényszerűség. De hogy azért ez... Gondold el azt az embert. Én hát úgy feküdnék le, hogy azért ezt csináld utána. Nem? Aha. Tehát azért tehát ilyet, mert befúrni bárki tud. De nem ő a hibás, hát az, aki odaállította fúrni, nem? Vagy aki nem mondta, hogy föld alatti van alatta. Szenzációs. Én az ilyen történeteket egyébként imádom. Imádom. Hát ugye a Honvéd kórháznál most betömtek egy lyukat, mert a felújítás után a pálya alatt keletkezett tömnyét tenni, barlangot kellett betömni. Igen. A Tökölinél ugye úsztak egy kicsit, hát most, na most egy kicsit. De ott mi volt, valaki nyitva hagyta a slagot? Meg a tököl és, is. Igen, a tököl is. Nem, ott belefúrtak valami ízébe, vízvezetékbe. Föl is ja, ja, igen, és akkor alatta pedig lett egy ilyen kisebb fajta medence. Gejzír volt, itt van, Izland. Jaj. Igen, kisebb huppanót készítettek oda. De előfordult, hát, ezek apró hibák, csak egyébként lovagol rajta a szemét, sajtó. A szemét, sajtó, meg a média, igen. Ők úgy voltak, mint a gépész és a kapitány. Mennyi? 30? Mi 30? Mi mennyi? És képzik szakadt egy gépi légkalapács, azt írja valaki, és a vibráció. Jó. Az mi? Mi aha. Az a gépi légkalapács? Hát, hogy ha mindegyik légkalapács gépi. Ez igaz? Igen. Hát ha sarkaddal ütöd nagyon erősen, akkor... Akkor az nem. De ez ritkán van. Gépi légkalapács is az, a vibráció. Ja, biztos, hogy ez egy nagy gép. Ennyi. Uh-huh. Ez lehet, és vibrált, azt meg nem bírta a metró. Aha, és gondolom, most nagyon örülnek a kivitelezőnél dolgozó munkások, mert kiosztották a régi csákányokat. A biztonság kedvéért még van egy kicsi az emmé az egyes villamosnak a szakaszából. Onnantól kezdve a gépi légkalapácson nem dolgozik senki. Kapbe Balázs, mindig józsizol. Nem Józsi Béla a légkalapácsos. Az nem lehet egyébként, hogy egy olyan világméretű fejlesztések vagyunk tanúi, csak megint sumákoljuk, hogy föl fog jönni a föld alatt, és rááll az egyes villamos sínpárjára. Érted? Aha. És meg nézd meg, és mi meg itt firgantunk rá, hogy fúj, hogy milyen dolog ez beszakadt, nem? Tök igazad. Ezt most fogják összekötni. Altatják a pestieket. Altatják. Nagyon. Hát ez a tarlós nagy játékos, te. Mit mondott? Felújítjuk az egyes villamos. Dehogy azt újítjuk. A föld alatt itt is újítjuk, találkozik a kettő, följön, megy. A kuriózumok országa. Hát ez az új deálltér. Hol van még egy olyan föld alatt, ami a föld fölött meg, ne? Ez a vitézi, meg ez a tarlós, hát ezek nagy játékosok ezek, de
és följön a föld alatt. És följön, érted? Uh-huh. Ez egy csomópont lesz, olyan, mint a Deák tér. Annak egyébként szemtanúi lehetünk volna, hogy a föld alatti vezetője megáll, föláll a föld alattigra, és kidugja a fejét, mint egy kis vakon. És körbenéz, ez a lyuk még nem volt itt. Most tudom, mint a kis vakon, amikor megy egy kereszteződésben, rossz csatornából jön ki, és mennek fölötte a kamionok. Húha, ez kicsit veszélyes. Inkább visszavátszik, és vezeti tovább. Hát ez a szívlapát, az innen valami ronda tő. Nézd már, űrge, öntsük már, kinézd már. Nézd már, pislog is, hallod, pislog már hozzá, egy lapátosnak beszél is az anyjam. Rohadt intelligens, hogy űrge, te olyan rávágok, megbolondul. Áj, miért nem tudunk ilyen pillanatokon ott lenni? Tudod, hol lennék ott? Amikor rájöttek, hogy átfúrták. Gép leáll, kávé letesz, kéz megtöröl, beszéljük meg. Beszéljük meg, hogy annál ott, hogy ezt kimondja el a főnöknek. Mert ugye szegények, hát nekik ez a munkáig dolgozniuk kell, de azért ezt ugyanakkor valakinek közölni kell, tudod. Hát ott, oda kell menni, azt a válságstábot ott, nem? Szóval azt azért ott meghallgatnám. Hát mire találtak szalmaszálat? De nem, gondold el, hogy esetleg nem tudták, hogy mi van alattuk, és ugye létrát csinálva, megfogva egymás lábát, leeresztették az embert, hogy nézzen körbe lent. Menjen le valaki. De fogd meg a lábam. Hárman fogták egymás lábát, és valaki benézett az alagútba, és mondta, hogy jön egy világító szem. Húzzatok, ki jön egy világító szem. És ugye ki kellett húzni? De te vigyázzál, a Gézának elvitt a felsőtestét valami az előtt. Csak a derektől felfelé tudtok visszahúzni. Valami elragadta, valami iszonyú hallán. Egy Godzilla, vagy nem tudom mi akarik ottan. Húzzatok ki, babány, tudál! Ja, Istenem, hát édesek ők. Na mindegy, drukkolunk nekik. Most ezt ilyenkor betömik? Mert ugye a csokföld megy el, vagy mi, alulról tömik ilyenkor? Újra. Gondolom kittelni kell, és aztán ráfesteni, nem? Így van, mert akkor a föld alattinak annyi. Nem, hát, hát mielőtt elmondták, hogy mi történt, azelőtt gitteltek rendszeresen, most betonozni fognak. Szegények. Na jól van. Betonozzák a lukat. Hát ők most a legnagyobbak. Drukkolunk nekik egyébként, hogy többet érne legyen. 7:30 most pontosan 4 perccel valaki azt írja, unortodox villamos. Igen. 7:30 most pontosan 4 perccel Óven bácsival és Beru nénével játszunk már is. SMS most ne írjatok, jó? Mert ugye helyszínről választunk játékost, jövünk a hírek után. 3:48 múlt pontosan 1 perccel hello mindenkinek itt a helyszínen, Szegeden, ugye a Dugonis téren vagyunk még mindig, és... igen. Az veled vagyunk, itt vagyunk, igen. Úgy szép van. Volt, Bali. Ezt nagyon jól kitaláltad. Igazad. Így van. És ugye 10 órakor Vastag Tomi, Vastag Csabi koncert, itt még a Dugonis téren, aztán átvonul az egész Hóbele Banc az Erzsébet Ligetre, vagy Erzsébet Ligetbe, és ugye onnantól kezdve Kassa Tibi, Rúzsa Magdi, Hooligans és az Ergo, majd 21:30 a Csikidám koronázatlan király. Koronázott király. Még egy Csikidám zenekart Magyarországról. Nincs. Na, ő ebben a legnagyobb. Így van, ezzel a tituluson még az a dolog sem ront sem ennyit, hogy még egy Csikidám stílusban mozgó zenekar, illetve tánc csapat nincsen. Nincs is nagyon igen. Sőt, az egész világon és az univerzumban sem. Így van. Úgyhogy ez lesz klassz nyár első állomása, itt vagyunk tehát Szegeden. Soroksári úton defektes busz kerékcseréjét csodálhatjuk, kaptuk SMS-ben, aztán van egy trafink ma is a 4-esen, a 238-as kilométernél a Bocskai kerten, szokásos rendőr Opel Astrából, ráadásul 50-en lehet menni, Skoda 444 küldte nekünk. Gyalogos gázolás a Baks csomópontnál a felüljáró alatt, a Villányi út irányában már most hatalmas a dugó. Tököli Hungária sarkánál a Népliget felé rendőrök ellenőrzik és büntetik a buszsávhasználókat. Dunakeszi 2-es út baleset, dugó alakul. M3-as trafi 154-es kilométernél, M6-os Pest felé Dunaújvárosnál szintén trafi. Gyerekek! Hát zajlik az élet. Zajlik az élet. Ez ma megint egy ilyen front hatásos nap lesz. Sok baleset, sok trafi. Igen. Miért a frontra jön a trafi? Nem, egyrészt. Igen, ez jogos. Nem, vannak napok, amikor tök nyugi van, és aztán amikor már reggel lehet látni az SMS-ekből, hogy rommá törik egymást az emberek, ingerültek, rohannak, péntek van, mindenki menni akar le a Balatonra. Sok baleset van, sok gyalogos gázolás. Megemelkednek a BKV jegyárak, írja egy hallgatónk, ugye. A beomlott föld alatti alagútról beszélgettünk a hírek előtt. Újabb beruházás lesz, napellenzőket kell felszerelni a föld alattikra. Így van. Örüljünk, hogy a 4-es metró fúrásakor nem lékelték meg a Dunát. Ezt Ati küldte neki. Föld alatti vasút napfénytetővel. Igen. Józsi utolsó mondat a főnök. Mondtam, hogy nem a bagoly húgog az alagútban. Kedvencem, főnök, találtunk egy vezetéket, nem tudjuk, mi lehet.
Igen. De a biztonság kedvéért elvágtuk. Igen, a biztonság kedvéért átvágtuk, igen. Jó, tényleg a Józsik és a Bélák, ne vegyék ezt magukra. Nem. Tehát jönnek SMS-ek, hogy ne bántsuk a Józsikat és a Bélákat, nem bántjuk, de általában így hívják őket. Szóval, hogy nem tudjuk, soha nem hallottam még, hogy valaki Krisztián lett volna Benjamin vagy Vilmos. Vagy Alexander. Vagy Alexander. Általában tényleg így van, de hogy ez, tehát ezek sztereotípiák, amiket ki, mit kimondunk, senki ne vegye személyes értésnek. Józsi Béla, ugye? Tényleg, hát ez van, de nem akarunk általánosítani, tehát nem kell ezzel nagyon megsértődni. Azon gondolkodom egyébként, bocsánat, hogy visszatérek az Ergőre, de hogy engem nagyon régóta foglalkoztat a gondolat, hogy ott nem volt olyan így a zenekar múltjában, hogy valamelyik gidát esetleg ünővé változtatták a csapattagjai? Hát a Robi biztos soha. Nem, mert ő nem ilyen, tehát ő nagyon-nagyon mélyen vallásos, nagyon szereti a feleséget, nem, tehát ő nem ez a típus, nem is volt soha. Hát lehet, tudja, hogy mi megcsalás és mi nem. Igen, illetve hát lehet, hogy Mona Gerni volt egy ilyen előkaszting. Igen. Ez lehetsz gida, ha. Gyere és gyakorolj rajtam. Pam-pam. Lehet, hogy volt ilyen. De nem hiszem, hát ott egyébként mindig csinos, helyes csajok voltak. Régen mindig is, most nagyon is. Nagyon jó szemük volt hozzá. Igen, igen. Na jól van. Nem. Oké, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Hello, jó reggelt! Hallasz minket? Hello, Feri rád rakja még a fülest. Hello, sziasztok! Hello. De nem is kell, majd oda tartjuk neked, amikor jön az Óven bácsi. Hogy hívnak? Hogy szól? Szól, persze, hallok mindent. Hogy hívnak? Anikó vagyok. Anikó, hello Anikó. Szegedről vagy? Szeged, igen, igen. Igen, suli? Nem, dolgozom. Dolgozom? Hát most szabadságon vagyok. Mit csinálsz? Hát egy közműcégnél dolgozom, mint számlázás. Számlázás, közműcég. Víz, villany, gáz. Víz. 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 Miért örültünk ennek ennyire? Most a villany mondta, ugyanezt mondta. Villany! Ugyanezt mondtuk volna az összesen. Egyébként. Szereted, Anikó? Mit? A számlázást vagy titeket? Hát, a számlázást is minket. A rizskás. Szeretem. A köles golyót. Jól van. Szokott menni, olyan Mácsi Beró néni? Szokott. A kolléganőmmel szoktuk találgatni, néha ő találja ki, néha én. Nehezek, nem? Nem mindegyik. Meglátjuk most mi. Vannak sovány a kolléganői is. Vannak a magyar vagy külföld? Mi? De melyik meg jobb? Például az Alcázert azt hétfőn én találtam ki. Arra mondtam, hogy az emberiség ellen elkövetett egyik legnagyobb ügyet, hogy őket hagyták zenélni, mint Alcázár. Arra te mondtad, hogy tudtad, hogy Alcázár? Azt nem, hogy Alcázár, csak a zenének a címét. Mi van ezzel az Alcázár? Ezek vannak még? Vagy semmi, ennyi, egy dal, várják a jogdíjat. Mit akarsz? Vagy a megérdemült helyeken a börtönben vannak, mert elkövettek egy ilyen bűncselekményt. Jól van. Figyelj, Anikó, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Hát, újítják az egyes villamos vonalát. Dolgoznak. Igen. Rekonstruálják az eseményeket. Igen. Hoztak egy kis púrhabot, és megpróbálják betömni a lyukat. Így van. Amit elkészítettek. És ott áll mellettük Béla is, illetve bocsánat, Alexander. Igen. Figyelj, Anikó, mutatjuk, hogy mit énekelnek. Egy rövid kis részletet fogsz hallani. La 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 la. Jó Isten. Atya Isten. Atya Isten. Egyébként ismerős. Ismerős. Tényleg. A hosszabb egy dal, segítek. Egy dal. A hosszabb részletből már szerintem menni fog, de megmutatjuk még egyszer, jó? Egy ugyanekkora részletet fogsz hallani, még nem veszük ki a bögrét, figyelj! La 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 la. Atya, úristen! Úristen, most már kezdve így van, tudom. Ez a gádizakicsi. Így van. Drága szegediek, ez valakinek beugrott, valaki tudja? Tegye fel a kezét, senki. Senki, ennyi tanám. Ketten is. Na, legalább, ő van, legalább stippelnek, de még nem mondjátok meg. Nem, majd... ők csak zsibbadtak és nyújtózkodnak. Így azért tényleg sokkal nehezebb, mint az irodából. Aha, jó. Mutassunk hosszabb részletet esetleg, hát, Anikó. Próbáljuk. Próbáljuk meg, jó? Kivettük a bögrét, azt már nem kapod meg, de talán most menni fog. Figyelj! La 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 na 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 na. Jaj! Mi az Isten ez? Ez most innen már mennie kell. Ez. Innen már mennie kell. Ráadásul aktualitása van a dalnak, mert hogy... Na mindegy, segítenék. Mi a geszti miatt mondod? Igen, hát persze, nyilván tudod, hogy olvasod. Igen. Hogy most valaki ehhez a dalhoz hozzányúlt, hogy ez jól tette, vagy nem, az már ízlésbeli kérdés, de hogy... De már lehet, hogy ő is bánja. Igen, én ebből tegnap belehallgattam, hát még azért kell egy kicsit emészteni, hogy aktualitása van. Valaki ezt most földolgozta.
Megmutassuk még egyszer, figyelj! Figyelj, menni fog, jó? Figyelj, Anikó! Figyelj, nyugodtan, fogd meg a kezem. De hideg. Nem baj. A Janié is. Figyelj, mutatjuk, hallgass meg! La 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 na 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 na. Annyit segítek, hogy én utálom ezt a dalt. Nem, hát ez komolyan jó. De annyira szeretem ezt a dalt. És a szövege is annyira jó. Én nagyon leblokkoltam, de nem teljesen. Jó, figyelj. Figyelj, hát akkor mutassunk egy ennél hosszabb részletet. Marad akkor a szántyol. Akkor táncold el nekem. Nem, nem, pókjárásba ellábazom. Figyelj, megint kivettünk valamit, jó? Figyelj. Igen. La 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 na. Na 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 la 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 na na satöbbi, satöbbi. Na 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 nem is meg, azaz. Ah, most meg lesz, már csak a szatyor füle van meg, ugyan. Na, így van, így van. Igaz, így van. Hát, hogy ti ketten dúdoljátok, gyerekek, abból nem véletlenül, nem ér. Azaz, 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 azaz. Így van, így a Can't Touch This. I'm an alien, vagy valami ilyen. I'm an alien, I'm meg alien. Idegen vagyok, igen. Igen, ennyi. A bolygó neve hal. Nem tudom az előadót, meg a... De a dal címét se? Nem az Iman Jelien? Nem, nem, van egy ilyen szöveg rész benne. Egy angol előadó. Így van. És arról énekel, hogy ő ugye mindig is egy idegen lesz Amerikában, mert hogy ő angol, és ugye van mélyebb tartalma is a szövegnek. Egy angol ember. És nem hagy semmit a gyerekeire. Egy amerikai városban van, New Yorkban van. Egy Englishman. Na? Egy New Yorkban van egy Englishman. Englishman in London. In Hüvely. Englishman in New York. Így van! És tudja! És tudja! Én mondtam, hogy zincser lesz. Így van. Jó ez a dal, de szerintem te utálom. Nagyon nagy dal. Miért nem szereted? Tök jó. Fárasztó. Dehogy így. Mert nem is sétálgatott. Megöltek New Yorkban, folytam ére, mert nem ez a szöveg. Mert az irodalmi angoljában nem tudott fogni egy taxit, és erről írt egy számot. Nem teljesen ez a dal szövege, de... Első hallás a refrén alapján én is ide tenném, de vannak azért ennek mélyebb változatai is, már ami a szöveget illeti. És Geszti Péter ebből most csinált egy valamit. Igen, hát újra gondolta izé. Újra gondolta, érdekes, hogy külföldön élő magyarokról énekelte ő egy dalt, földolgozta, igen, pont tegnap láttam az interneten. Anikó, tökéletes, ahogy játszottál, tehát abszolút ügyes vagy, és abszolút jó. És teljesen jogos a szatyor füle, amit megnyertél, meg gyakorlatilag minden. Igen. Kikerült ez a valami, hogy veletek játszottam. Na, nézd, ez a bögre, ez nem lesz benne. Állító, ne, odaadjuk, tudod, ilyenkor odaadunk mindent. De csak Mondjad? Azért bíztam bennetek, persze, hogy megkapom azt a bögrét. Amikor kitelepülésen vagyunk, akkor mindig kicsit sokkal jobb fejek vagyunk, mint amikor adásban vagyunk a stúdióban, úgyhogy megkapod az egész csomagot, nagyon jó? Nagyon szépen köszönöm. De egyébként kiválóan tudtad, hogy Sting Englishman in New York. Tehát hogy ezt abszolút szépen megfejtetted. Még Stinget szeretem is pedig. A milyen jó, hogy nem ismerted föl. Érzed őt is a 10. percben. Igen. Jól van. Oké, Anikó, köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm nektek. Sziasztok. A kolléganődet is. Hello. Átadom neki, de szerintem hallgatja, úgyhogy tudni fogja. Jól van. Köszi, Anikó, ciao. A fülesünk, ne vidd el. De az nagyon tetszik, nem lehet. Anikó, gázza mi, vagy víz? Jaj. Atya úr is. Jól van. Na, gyerekek, figyeljetek ide. Valami eszembe jutott. Na, hogy beszéltünk mi egy jósnővel, méghozzá Imolával. Így van. És Imola azt mondta, hogy Portugália nyeri a futball világbajnokságot. Na most Ronaldo kezében egyébként tegnap ott volt, hogy tovább lője, mármint a lábában a portugál válogatottat, mert hogy jó gólarányjal ők egyébként még tovább mehettek volna, és ez benne is volt, mert... De megremegett a rüsztje. Igen, megremegett a rüsztje, és hát egyébként az egész csapatot viszi átán, tehát döbbenetes, hogy mekkora klasszis, de nem tudta őket tovább lépni. Szerény olvasatomban ez azt jelenti, hogy Portugália kiesett. Nem tudom, helyesen értékeltem-e azt, hogy nem tudta tovább lőni a portugál válogatottat. És azt mondod, hogy ebből némiképpen következtethetünk arra, hogy Imola jóslata, hogy igen, mondjam, csak nem 100%-osan teljesült be. Egy telefon erejéig megcsörgetném 8 után Imolát, hogy egyszer mindenki tévedhet. Mondja meg most, hogy ki. Uh-huh. Csak halkan mondom, hogy ő nem mondta, hogy 2014-ben lesz világbajnok. Ez igaz. Ez mondjuk igaz. Minden ember kaphat egy második lehetőséget. Imola azt mondta, a portugálok nyernek. Felejtsük el. Kérdezzük meg, hogy Imola szerinted most ki?
Jó, hát ha fölveszi a telefont, hát ha elmondja, hogy miért kopott meg egy kicsit a kristálygöm, mi történt a kávézaccal. Én mondtam egyébként, hogy Imola helyett inkább a Nürburgringet kellett volna hívni. Egyébként sokkal szebb pálya. Így van. Úgyhogy felhívjuk Imolát, megkérdezzük, hogy most mit mond. Most úgy tárcsázunk megint minden múltkor, hogy előbb a boldog nagyik, vagy... Hát nem, hát egyik előszolgálati út az ez. Egyébként az volt, először hőt hívtuk, ugye? Így van. Ráadásul Imola előszobája egy kikapós nagyik. Boldog nagyik, igen. És hát gyerekek, elérte Vézolika a 100 000-et, úgyhogy mindenféle előegyeztetés, előbeszélgetés nélkül 8 óra után megpróbáljuk Vézolikát adásba tenni. Egyrészt gratulálni neki a dal miatt, kettő beszélni arról, hogy hogy és mikor mikor ihlette ezt a dalt. És hát beszélgetünk a koncertet kicsit. Leszervezni. Bizony. És megvan a 100 000, most már nem kell megnézni senkire, ne nézze meg többen. De egyébként nyugodtan nézzétek meg, tanulságos tényleg. 104.453 jelenleg. Így van. Vézolika Balaton, úgyhogy hívjuk Imolát, ha minden igaz, és hívjuk Vézolikát, ha jó a szám, amit kaptunk hozzá, csak mondom, hogy 4 számot kaptunk hozzá, megpróbálunk szűkíteni, jó? Úgyhogy a telefonálókkal jövünk a hírek után. 8 óra múlt, pontosan 13 perc. Jó reggelt kívánom mindenkinek, itt a helyszínen Szegeden. Hello, drága szegediek! És minden drága morning show hallgatónak szerte az országban. A Szeged Dugonis tér, ez a helyszín jelen pillanatban, itt vagyunk 10-ig, sőt, mi több. Klassz kívánság műsor Csabival, és ami drága pirosunk is jön majd klassz délután erejéig, ugye 3-tól 6-ig, miközben egyébként az Erzsébet ligetben közben meg ugye 4:30-kor elkezdődnek a koncertek, Kassa Tibi, Rúzsa, Magdi, Huligáns és az Ergő zenekar lép majd színpadra, ők egyébként 8:30-kor, de itt a helyszínen, ahogy mi abba hagytuk, vagy befejeztük, Vastag Csabi és Vastag Tamás ad egy belőtrázó hajnali koncertet. Női sikolyoktól átitatott hajnali koncertet, amit egyébként itt a szegedi lakók ebben az utcában, vagy hát tulajdonképpen igen, a Kárász utca, Dugonis tér sarkán, akár az erkélyükről is megnézhetnek egy jóféle hűsítő ital társaságában. Az nem rossz egyébként. Azt nem csak befalaszták emberekül. Az ablakokat reggel, mert aludtak volna még. Figyelj, azért így reggel 10-kor speciálba megnézel egy Dugonis téri vastag koncertet, speciálba, nem? Hát azért nem mondta, hogy az... A legnagyobb. Nem mondta, hogy az nem rossz. De 15 óra 30-kor az Erzsébet lőgedem. Kassa Tibi fog robbanni, és szerintem mindenképpen minden egyes szegedinek, ha teheti, el kell menni, és meg kell hallgatnia a Hello Idegent élőben. Én legutóbb Kispesten tehettem meg ezt, és azt gondolom, hogy szerencsés ember vagyok. Már nincsök dolgom hátra a földön, mert hogy ez is megtörtént. Meghallhatsz. Így van gyakorlatilag most már így. Így már csak lefelé vezet az utam. És volt a hullócsillag is? Azt is elnyomja? Az most már érdekes, hogy már kivette. Nincs? Most, hogy van egy új dal. Ez igaz, most már van négy dal. Négy dal, meg a Neoton. Ennyi. Hát, és két Bonnie-en, meg egy Zizi Labor. A tenyeréből levett a közönség. Egyébként ebben ügyes. Nagyon jó volt. Ebben jó. Is. Lőrincben az Árpád úton mérnek a rendőrök. Hajrá! Aztán baleset az M3-as bevezetőn a BVSC-nél a Liget felé. Motoros kocsi csattant, áll a forgalom, ezt Dani mondta nekünk, és ezt elküldte Kriszta is. A Nagy Lajos királytól az M3-as bevezető nagyon mereven áll. Úgyhogy aki tud, kerüljön. Ha van híretek arról, hogy mi történt az M3-as bevezetőn, kérlek mondjátok be, óriási a dugó. Egy rutinos műsorvezető ezt fordított sorrendben mondta volna, először beolvasta volna ezt az SMS-t, és aztán reflektált volna rá azonnal. Hát van még hova, fejlődöm. Baleset a Pacsirta mező úton, aki tudja, kerülj el, Illés a szállító üzen nekünk, valamint a Soroksári úton defektes busz kerékcseréjét csodálhatjuk. Ilyen az szép, nem lesz rövid. Szép SMS, így van. A 4-esen, a 238-oson a Bocskai kertnél most is fotóznak, mint mindig, és a Baks csomópontnál is hatalmas a dugó a felüljáró alatt, a Villányi út irányában, ugyanis gyalogos gázolás történt, úgyhogy ott is mindenki figyeljen. Na, több dolgunk is van, mert hogy Vézolika elérte a 100 000-et, és ígértük, hogy Vézolikát mi megszólaltatjuk. 8:30 után hívjuk Vézolikát, és megkérdezzük tőle mindent, amit meg akarunk tőle kérdezni. 3 napja akadtunk rá, azóta szeretjük, imádjuk. Vézolika elérte a 100 000-es klikkelést, ugye 40 000-ről indítottuk, és most már több mint 100 000 klikkelése van a YouTube-on. 107 000, úgyhogy Vézolikát megszólaltatjuk majd. Valaki kérdezi, hogy Vézolika, nem lehet, hogy 5 Zolika? Nem, 5. Zolika. Vagy ötödik Zoltán akkor. Ötödik Zoltán, megpróbáljuk felhívni. Több számunk is van, hát majd végigmegyünk a számokon, aztán reméljük, hogy rá akadunk. De itt természetesen telefonszámokról beszélünk, és nem pedig a dalairól, mert nekünk ez az egész bőven elég volt. De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép siker, némiképp meghaladta az egyébként szintén nagyszerűen sikerült, és ahogy nézem, 143 megtekintést ért a szerencse fiát. Jó, hát majd arra is rálunk. Hát vigyük föl 1000-re.
kérlek. Pihenjünk most erre. Csak egy Vézolikával beszélünk, megnézzük, hogy ki ő, mi ő, mit tudunk, vagy mit kell tudunk a Balatonról, és utána majd, ha belendült ez a szekér, akkor betoljuk a másikat. És ahogy láttam a linkekből, van ott még egy 8-10 szekér, amit be kéne. Igen, a feljövőben van még nagyon, úgy látom, a hullanak a falevelek, 124 megtekintés. De szép dal lehet. Jó, de ne legyünk. Ne, hát megnézte az egész családot, most ezzel nincs baj. És még csak 5 hónapja van fenn. Igen. Na, egy nagyon érdekes statisztikára bukkantunk, és mielőtt felhívnánk a mi Imolánkat, hogy finoman számunk kérjük tőle a portugál VB győzelmet, amit ő ugye jósolt, kicsit érdemes erről beszélni, mert hogy a foci világbajnokság idején állítólagosan közel duplájára növekszik a női társkeresők száma, és a futball özvegyek a televízió helyett máshol keresnek szórakozást. Milyen szép szó ez a futball özvegy. Nem? Milyen szép. Tehát akkor neki van párja, ugye? A futball özvegynek van párja, csak ő éppen focit néz, és közben anyuka virnyászik a neten. Így van, egy közvélemény kutató oldal megnézte, hogy hány százalékkal nő ilyenkor a női regisztrálók száma, és a tapasztalatok szerint a VB alatt 67%-kal nőtt eddig azon női lelkek száma, akik azt mondták, hogy a férjük elhanyagolja őket a futball világbajnokság alatt, és ezért hát megpróbálnak új párt keresni, vagy bosszúból legalábbis flörtölnek egy kicsit egy párkereső oldalon. Csak tök ilyen egyszerű kérdés, én vidékének az jut eszembe, hogy nem lehet, hogy a többi férfi is foci meccset néztet, mi a francnak keresgélsz? Hát figyelj, nincs rosszabb egy elhanyagolt nőnél. Aha. Tehát azért ott találsz valakit, aki viszont szeret így egy kicsit így azért így. Hát mondjuk itt van mi hárman, akik nem nézik a meccset, ugye rögtön? Hát ezért nem megy a mi feleségünk meg a párunk társkereső oldalra, hát mert annyira nem értünk a focihoz, és annyira nem nézzük, hogy tegnap fél órába került, mire kiderítettük, hogy kivel játszanak az oroszok. Tehát ilyen szempontból mondjuk nem veszélyezteti a mi családi életünket ez a dolog, de ma hagyj beszélj itt egy másik statisztikára, az úgynevezett Grand Slam özvegyekről. Na az, igen. Figyelj, 26-szoros halott vagyok, és 46-szoros özvegy a Viki, tehát ha játszik Roger, vagy játszik a Nadal, vagy Djokovic, akkor tulajdonképpen a lakásban való mozgásnak is meg kell szűnnie. Megcsinálom, megnézem az előzményeket. Egyébként, hogy jó, nyilván nem a saját nevemben voltam fent, hanem egy fiktív nickname-en, de hogyha nem esik ki Rozsi a negyed döntőben, akkor most összejöttem volna a Viki. És mi volt a nicknémet, hogy ne a kicsit keresd, azt otthon is megtalálod? És azonnal rád ment? Azonnal rád klikkelt? Nem, lustadik volt. Lustadik? Hát az a baj, az otthon is van. Úgyhogy azzal nem fog rád klikkelni. Figyelj, nem tudom, hát persze, a tenisz megy, az egy szentség, ott nincs. De nem, hogy nincs, lehet szentség? Nincs sétálgatás, nincs gyerekzaj, hát ott a Roger gyepre lép, akkor a család elcsendesedik, az utca kiürül, és mindenki tudja, hogy Bali Grand Slam-et néz. Hát nem, ott nincs. De egyébként megnézem az előzményeit, tényleg. Na, hát nálam is közben ez van, egy pisszenéset ürök, amikor megy a Bötank világkupa. Ne, a múltkor curlinget mondtam. Ja, miért vagy ilyen? Na, kérdezzük meg a szegedi hallgatóinkat, tessék, hogy a nők idősebbek és fiatalabbak néznek-e futballvilágbajnokságot, szeretik-e, vagy az uruk ilyenkor valóban elhanyagolja őket? Szia, Anita, nézel foci VB? Ja, ő velünk van. És érzik-e azt a fajta hiányt, amit ilyenkor a férfiak tudnak szolgáltatni? Hát, drágám, szia, foci VB? Nézek. Oh! Egy fiatal lány, aki igen, néz, akkor nekünk most olyan kell, aki nem néz. Hát várjál, lehet, hogy a párja közben társkereső oldalakon... Te is nézed? Ne, együtt szoktuk nézni. Igen. Kinek drukkoltok? Németeknek. Imádtam volna, bemondod, mint Imola Portugáliának. Hajrá, Portugália. És te is futballrajongó vagy tényleg? Mármint hogy hívnak? Andi, tehát te nem mérsz társkereső oldalakra ilyenkor. Nem. Aha. Most még, de azért érted, egy 20 évet lenyomnak együtt, akkor már egyébként gondolkodik. Kicsit irigy vagyok egy ilyen közösségi élményre, hogy együtt nézik. Komolyan mondom, mindig mondom a Vikinek, hogy gyere már, Federer játszik, de nem is válaszol. El se jutunk odáig, hogy nem érdekli. Illetve csak annyit mond, leszarom. Igen, ő ki nem érdekel. Csókolom, drágám. Ó, egy csókolom. Keresztnevet hadd kérjek. Bánati Lászlóni. Lászlóni, akkor így fogom szólni, de mondom egy keresztnevet, hadd kérjek, László. Is megszólított, amikor itt voltak. Én megszólítottam? Akkor is megszólított. Akkor is, hát, hamarad szeretem. Én igen, is kedvelem. Igen. Lászlóni, milyen futballt nézel? Vagy nézel? Nem szeretem. Aha. Egyáltalán nem. Valahányszor odaültem, de nem tudom megszeretni. 22 ember kerget egy labdát. Miféle baromság ez, ugye? Egyébként alapjelvéve. Társkereső oldalakon mulatod az időt? Nem. Nem? Mit csinálsz ilyenkor?
ilyenkor... Beviszem a sört az uramnak. az már jó helyen van sajnos, mind a kettő. Bocsánat. Szóval, kettő is, igen. Akkor, de te nem, téged ez nagyon nem érdekel. Nem, uh-huh. Egyáltalán. Nézel valamilyen sportot egyébként? Van valami, ami... Nem, semmi. Nem. Tehát sportban nem. Akkor mi? A Morning Show-t naponta hallgatom. Na jó, van. Jó, hát isteni a Feri. De drága vagy. Hát most, hogy közel állok, mi? Mi és a Nóta TV. Közel állok. Na, akkor keressünk egy olyan hölgyet, akinek van párja, férje, ő nézi a foci VB-t, de ő nem. Te vagy az? Nem, én is nézem. Gyerekek, minden csaj nézi a foci VB-t. Szia! Szia! Hello! Hello! Hogy hívna? Anita. És te is nézed a foci VB-t? Néha, igen. Tenniszt ha férjem is. Nézi, én is. Akkor menj tovább, Feri. Pedig úgy elálltam. Ez a beszélgetés meghalt. Pedig most jött volna Balázstól azt, hogy hány kis pályán tolom egyébként. Nem, nagyon ügyes vagyok. Tenniszt nem nézel? Nem, azt nem. Pedig nézhetnétek együtt. Kutyafája pedig. Hétvége játszik Roger. Kinek drukkoltok? Nem vagyunk nagy rajongók, csak úgy nézzük. Csak úgy megy a tévé. Most mindenhol az van, úgyhogy azt nézd. Aha, tehát van egy ilyen élmény az embernek, nehogy kimaradjak valamiből. Nem érdekel a foci, de nézem, hogy nehogy kimaradjak igen. valamiből. Uh-huh. Aha, nincs kedvenc csapat, senki? Nincs. Semmi teniszbe sem. Nem? Teniszbe sem. Teniszbe pedig Balázs nagyon otthon van, fordul, meg megmutatja a tenyeresét. Igen. Adjatok együtt őt szerválokárban. Igen, jó. Tudom. Egyébként a Vajdaságból jöttem, csak miért. Jaj, nagyon szépen köszönöm. Komolyan, de drága vagy. Igen, úgyhogy egy kicsit úgy a teniszben hazahúz a szívem. Ó, de drága vagy. Kinek szurkol? Rafael Nadal. Azaz. Mikor vitasztok a Ferivel, akkor Ferivel vagyok. Ha még akkor... Annak igen. Igen, hát igen, nem az a generáció, de akár igen. Jó, keresünk még tovább hölgyeket. Egy nőt, aki nem nézi a focit, de a párja nézi. Na, jövök, drága, itt vagyok. Ja, nincs párod. Nincs na, úgy nehéz. Igen, meg ugye a távirányítón való veszekedés, az is egy érdekes dolog, hogy ki a távirányító. Hello, hogy hívnak? Sziasztok, Adrianna vagyok, és puszilom a kis antikos kolléganőimet. Én nem nézem a foci VB-t, viszont a párom igen, és már két napja nem látom emiatt, úgyhogy... Már mióta nem volt szex, de őszintén. Most jöttünk haza Görögországból, úgyhogy... Ott volt. Együtt nyaraltunk, és most megértem, hogy bepótolja az eddig elhalasztott meccseket, mert eddig nem tudta nézni, ugyanis nem volt csak három adónk. A Nickelodeon és valami görög romantika tévé, úgyhogy... Már hogy kint külföldön? Igen, úgyhogy elég ideges volt, úgyhogy most bepótolja. És nincs ilyenkor harc a távirányítóért? Vagy nem megy ez ilyen foci barátok közt, ez nincs, hogy ki mit akar nézni? Hát, hál' Istennek van egy laptopom, úgyhogy korom is. Enkorozol? Szörnyű, mi? Neked. Gyere egy picit elé, mert én begerjedünk. Éljen a futballvilágbajnokság, éljen az enkor. Szóval nem mész társkeresőre, elkeseredel. Nem. És nincs olyan, hogy annyira nézi a focit, hogy kicsit elhanyagoltnak érzed magad, és mondod neki, hogy miért nem foglalkozik egy kicsit veled? Ilyen, van, nincs? Hogy beszélek hozzá, és nem hallja. Olyankor azért kicsit így elé szoktam állni, hogy haló. Hallja, csak már Istenem, két labda végre, nem egy. Nézd már kézi labda. Igen. De akkor nincs ebből feszültség. Nincsen, eléggé türelmes vagyok ilyen téren. Na jól van, örülünk, hogy itt vagy. Feri, ott áll egy nagyon drága asszonyság, kék pólóba. Az övé. Igen, ott áll egy Maserati, állj már arrébb vele. Ne, Feri, mögötted. Dehogy jöttem meg. Ott a hölgy, az idősebb. Ott, ó, csókolom. Jó reggelt kívánunk, csókolom, kezi csókolom, drága. Jó reggelt. Tetszik futballt nézni? Nem. Hülye egy sport, mi? Nem, így van. Ahogy mondja Balázs. Én is így gondolom, nem is értek hozzá, nem is nézem, de nagyon sokan szeretik. Néz a családba valaki, kiürül ilyenkor az utca, a lakótelep, a ház, semmi? Őszintén nálunk nem, a férjem se nézi. Nem érdekli? Fiam se. Ki nézi ezt a VB-t? Nem is értem, komolyan nem is értem. Nincsen benne magyar, és így nem néz. Nem is lesz még egy ideig. Nem is lesz. Hát ne is tessék várni, mert a következő 30 éve nem nagyon lesz nem magyar. Nem lesz. Akkor nem nézzük. Nagyon helyes. Inkább nézzük a sorozatokat. Mit tetszik nézni? Hát a jóban, rosszban, barátok közt. Az első tesszállott. Barátok köztet is néz. Balást is szoktam, mikor van, de most nincs. Hát most levettek a képernyőről. Olcsósítani kell, reklámadóban. Tetszik tűnni egy kicsit. Így van. Azonnal levettek. De toljuk a Walking Dead-et is, meg a Arnibát. Igen. Tetszik valami sportot nézni? Egyébként bármit, semmit? Akkor nem nagyon. A jég... Micsodát? Jég hoki?
Nem, hanem azt a jég... Jaj, Balázs, hát nem hokiz. A jégtánc, vagy jégtánc. Mit? No, az a Szavária táncverseny. No, meg azt is, igen. Igen. Jégtánc. Tudom, anyukám nézte mindig gyerekkorom, és nekünk is ott kellett ülni. Szörnyű volt. Szörnyű nem volt. Kell a gyerekeimnek ott ülni. Igen. Meg nem is ülnek már ott. Jól van, jó egészséget kívánunk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Viszont. Jól van, gyerekek, hát hívjuk fel akkor Imolát, és kérjük tőle számon ezt a portugál VB győzelmet, nem? Mégiscsak ő a mi jósnőnk, ugye? Nem? Maga szerint ki fog nyerni a VB-n? Hollandia. Tessék, egy hollandunk van. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Tudjátok, Argentina? A holland hímust megismerem. Bármikor. Szegnap bevizonyítottam. Álmakból felébresztve is. Hívjuk Imolát, kérdezzük meg tőle, hogy egyet mindenki tévedhet. Ő most úgy néz ki, hogy tévedett, mert ha jól tudom, tegnap kiestek a portugál. Bizony. Adjunk neki egy második esélyt. Mondja el, hogy most szerinte ki. Egyszer a kártya is tévedhet, nem? Így van, meg szerintem a rendszeres fogadóknak tök jól lehet majd az az információ, hogy kire ne fogadjanak. Igen. Egy érted, egyen több sansz. Igen. Imola, lőjön ki még egy csapatot, aki valószínűleg nem játszik döntő. Nem, tényleg, ilyenkor miben van a hiba? A kártyában? A rohadt tévedbe fordítva volt. Miből jósolt, emlékeztek? Gömbből, kártya? Nem, csirkebélből. Jó. Hát mindig van nálam is. Hallva ezt a jóslást, nem volt előtte semmi, de majd most megnézzük. Jó? Hogy hívjuk is már. Uh-huh. Szerintem egyébként a Mozillából jósol. Haló! Haló, szia Balázs! Imola! Hello! Jó reggel! Csupa öröm, kár öröm! Dehogy is! Dehogy is! Én vagyok az, aki próbálok téged megvédeni, hogy mindenki egyet téved, tehát mindenkinek lehet még egy esélye. Így van. Imola! Mi újság veled? Hogy vagy? Hogy telt a reggeled? Jól van? Hát, figyelj Balázs! Na. Én amikor azt mondtam, hogy Portugál, totál azt éreztem. Igen? Ezek a külső tényezők, amik befolyásolhassák az emberi életet, a sorsokon. A leszabály. Ugyanis, igen? Mikor ott játszottak a németekkel, emlékszel? Na, emlékszel? Tudod. Ott a bíró nem volt igazságos. Nem ám, nem ám. Nem ebben igazad van. De azt nem láttad, Imola? Kettő megadott, ami les volt. 11-es, ami nem volt 11-es. Kiállított egy portugál játékost, ami nem volt helyén való. Az igen. Ilyen bírókot, hát szerintem félre kéne söpörni. Az a bíró, nem bíró. Enrico nem Balázs. Bíró. Nem bizony. Tegyél rá egy szerelmi között. Kötést a Bereckivel, és akkor... nem fogja tudni. Én nagyon éreztem. És vérzik a szívem, és fájdalom díjat kérek tőle. De most még, ha mondjuk nekem kell ezért fizetnem, azért az egy szép hát, körül. Mennyivel jövök ki a jóslatért? Bíró? Mondjad, mit mondtam? Német-portugál csapatban? Jó, rendben van. Na, szóval én azt szeretném mondani, hogyha ezek a tényezők nincsenek most nagyon komolyan. Igen? A portugálok a mai napig bent vannak. Ez nagyon igaz. Jó játszottak tegnap is. Ekkor kellett volna, hogy maradjonak. Így van, hát Cristiano Ronaldo lábában ott volt, hogy tovább lője őket. Ugye kellett volna még egy-két gól a gólarány miatt, és akkor tovább juthattak volna, de ez nem történt. De ha rúgott volna? Vagy ha a portugálok több gólt szereznek, mint a másik csapat, akkor például tovább jutnak. Nem csak, hogy több gólt kellett szerezni, bizonyos góllal kellett többet szerezni, hogy meglegyen a jó gól különbség. De mint mondtam, az igazságtalan dolog az, ami nekem nem tetszett. Mert azért vettettek olyan fölénybe, illetve nyertek fölénybe a németek. Jó. Imola, felejtsük el a szörnyű múltat. Jó? El van. Felejtsük el. El van, törjük, elkem, bérjük, törjük össze a virtuális üveggömböt. Jó? És de nézzük a nyomasztó jövőt. Dobjuk ki az elhasznált kávézaccot. Mi van most előtted? Miből jósolod meg nekünk? Főzünk egy frisset. Cigánykártya. Cigánykártya, nagyon jó. Imola, szerinted ki nyeri a futball világbajnokságot? Most más szemszögből nézem. Na. De hogyha a bírók nem pártatlanok, akkor mi a csuda van? Na, hát a sok mindent befolyásol. Hát szemétbírók. Persze, vannak szemétbírók, de hát ha, hát nézzük meg, hát mit dob a kártya? Hallom, dél-amerikai csapatot. Dél-amerikai mondom. Csapatot. Na, várjál, mi jelzi a dél-amerikai csapatot a kártyán? Tök alsó. Azaz. Nem. Ez megérzés. Úgy szintén megérzés. Igen. Nevethettek jogosan. Dehogy. Nem. Akartok. Én a magyar kártyában nagyon otthon vagyok. Nem, még te megbe vagy. Igen? Hol vagyok? Mert neked lett igazad, hogy amit én mondtam, emlékszel az utolsó szavaidra? Hogy de még él, hogy lettek volna utolsó szavai? Balázs utolsó szavai, azt hittem piros. Nem, Balázs utolsó szava, amit nekem mondott, a Szende Imola. Vagy milyen Imola? Hamvas, pardon. Meg hamvas, ott volt ugye a... Így van. Ilyet mondtál Imolára, hogy hamvas? A gyerek temese. Oké, Imola, hagyatkozzunk a cigánykártyára.
kinyeri a világban, és akkor tudnom kell, mert én megteszem. Most én megmondom, négyet érzek, és azt közül variálok. Egyet mondj. Egyet mondjak? Hát hogyne. Hát nekünk egy kell. Hát, először elmondok a négyet, jó. És utána mondom. Argentina, akkor... Igen. Brazília, igen. Hollandok is nagyon jók, és a németek. Aha. Ez a négy, amit érzek eszközül. Én azt mondom, akkor sem mondom Brazíliát, nem. Argentinát. Argentina. De a hollandok is nagyon jók. Argentina, tehát dél-amerikai csapat fogja nyerni. Aha. Ugyanis Hollandia az nem Dél-Amerika, csak még, mondtam, mivel jó. Még, tök jó. Így van. Jó, tehát Argentina, azt mondod, maradjunk Argentinával. Argentina. Oké, okay, drága Imola, fölírtuk. Argentina, okay, jó? Akkor a belgákra teszek. Fontos. Fontos ez. Igen. Jó? Imola, puszilunk téged. Mindenkinek jár egy második esély, nem viccelj. Így van. Jár bizony. Így van, így van. Jönnek otthon, mondj. Jönnek ma hozzád? Van ma, vagy ma pihensz? Mai nap inkább kicsit olyan laza lesz. Laza lesz. Hiszem, úgy gondolom. Jól jöttetek ti meglepetésként reggeli kávé előtt. Látod? Hát mi mindig úgy érkezünk meg, hogy nem is nagyon számítanak ránk, rögtön meglepjük Vézolikát. Imola, puszilunk téged, vigyázz magadra, tehát arccal a kassa felé Argentina. Jó, oké, okay, köszönjük igen, neked, igen. Vigyázz magadra. Sziasztok, puszi, hello Imola. Ez garanciás jóslás volt? Ez elfelejtettük megkérdezni. Azért teszel rá egy nagyobb összeget, ha nem jön be, akkor mehetsz a Imolához. Ne tegyél. Ne. Eszembe nem jut. Erre ennyit tudok mondani. Eszembe. Jó, gyerekek, meghallgattuk. Hát most nincs jó, ezzel baj. Nekem ez mindenképpen támpol, sőt négyszeres. Méteres, az csomószor. Jól van. Drága Imola, gyerekek, tényleg mindenki tévedett egyszer. 8:30 volt, pontosan 3 perccel. Volt egy ígéretünk, miszerint a Vézolika eléri a Balaton című remekbe szabott kis lágerével a 100 000-et fölhívjuk. Vézolika tegnap átlépte a bűvös álomhatárt, 47 000-ről feltornáztuk 100 000-re. Nem gyenge. Nem gyenge, lehet, hogy már leadták neki a drótot, hogy keresik a Morning Show-ból, nem tudjuk, nem beszéltünk vele előre, a hírek után felhívjuk, és több mindent kérdezünk tőle. Úgyhogy, ha minden igaz, Vézolikával jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan 4 perc, szóval hello mindenkinek itt a helyszínen, Dugonis tér Szeged, klassz nyár első állomása. Tizi Morning Show, aztán Vastag Csabi, Vastag Tamás, Csabi a kívánság műsorral, mármint hogy ugye az Abaházi, és aztán még klassz délután Vágó Pirossal, fellépő közben az Erzsébet Ligetben, ugye 3:30-tól Kassa Tibi, Rúzsa Magdi, Huligánc és az Ergő, ő zárja majd, a Csikidám koronázott királya zárja majd a sort 8:30-kor az Erzsébet Ligetben egy hihetetlen, hihetetlen bulival. Így van, és közben zajlanak az események, a város több pontján is most kapta az SMS-t, hogy a lányom a 10. méternél tart a 20 méteres büfé asztal. Végig tolja, nem adja fel. Na gyerekek. De legalább nő is hozzá. Én remélem az argentinok nem hallották Imolát, mert akkor csomagolnak. Annyi? Ugye? Tehát, akkor egész biztos, hogy akkor vége van. De Imola a tisztán látó, hát picit bekoszolódott. Mm-hmm. Na, hát ilyen van. Most egy gyors ablaktisztítás, és utána megint tisztán. Messi most ott zokog az öltözőben, és a többiek vigasztalják. Hallottam Imolát a Morning Show-ban. Na gyerekek, Vézolika, hát az ő pályafutása egész egyszerűen számukra teljesen megdöbbentő. Valahogy kedden vagy szerdán ráakadtunk, és azóta kedveljük, imádjuk, reklámozzuk, és 40 000-ről feltornáztuk 100 000-re. Teljesen megdöbbentő módon vettük észre, hogy rengetegen egyébként ismerték Vézolikát, de annál többen nem, viszont most már egy ország ismeri, kedveli, énekli, és nézte meg a YouTube-on. Ugye tettünk egy ígéretet, miszerint ha Vézolika eléri a 100 000-et, akkor felhívjuk, és meghallgatjuk, hogy született a dal, ki ő, mi ő, egyáltalán megismertetjük volt az egész eddig, ország. Mit csinált, hogy nem tudtunk róla, ha valaki ilyen zseniálisan építi a Balatonnak az imázsát, tehát arról tudni kellett volna már korábban is. Így van. Azt tudjuk már, hogy mi a V? Hát picit félek tőle. Ötödik Zoltán? Picit félek tőle, hogy vadon és család. És ezentől össze fogunk járni. Ne. Csak rohadt gondolok. Ne. Én azt gondolom, hogy már megtaláltam a megfejtést fönt az interneten, de ezt ne várom le, mondja elő. Na, csak egy pici dal, vagy egy pici kis ízelítő az ő dalából, mielőtt beadjuk, jó? Mielőtt hívjuk, csörgéstől hívjuk majd. Ugye hát, várjál. Nehogy azt mondta, hogy eltüntették, hogy nem lejátszható a Balaton című dal. Gyerekek, lehet, hogy levették? Nem, lefagyott a szerver, annyian nézik most is. De miért nem tudom ezt én most elindítani, várjál? Ugye, várjál? Igen, most akkor jó, kontroll ennyire nem vagyok tudom. Háromszög. Na várjál. Ekkor a két pálcika, nem jó arra, igen. Nem jó, ennek nem szól, nem? Nincs bedugva, másik helyen van a dugó, nem? Oldalt fordított szalmakalap, alatta X.
Ja, nem mellette. Miért nem szólok? Igen. Jó. Másik lup. Itt van ez a fogaskerék, az sem az. Nem jó az óra. Ez mi lehet? Azt mondja, hogy hasznos tanácsok kezdődik. Na jó, oké, gyerekek, ez nincs. Jó, ez most nincs. Hívjuk fel Vézolikát a dalt, mert úgyis mindenki is üveri. Ez most nincs, nem tudom, hogy miért nincs. De jó kommentáció. De nagyon, nagyon letoltátok, kösz. Finoman csináltatok hülyet belőle. Az informatika. Hozzárendelve, egyetlen előfizetőhöz sem. Na ezért. Na, már visszavonult, gyerekek, az van. Ki nem volt ez a bájos hangú hölgy? Ő egy autó, mondta. De mert hogy Zolika mellett fekszik egy nő, és ezt így letolta? Uh-huh. Nem, az van. Hát egyébként. Ez a számhoz egyébként nincs előfizetés. Jó, kapcsolat. Hozzárendelve, egyetlen előfizetőhöz sem. Uh-huh. Zolika visszaadta az előfizetését? Hát az egyiket, tudom. Azt mondtad, hogy több szám is van. Jó, próbáljunk egy másik számot hívni. Jó, van egy másik számunk, azt is csöngéstől adjátok majd mindenképpen. Hát ott is egy bunyós pityú. Igen, tessék. Halló, jó reggelt, Balázs, jó reggelt. Morning Show. Szervusztok, Vézoltánnal beszélünk. Vézoltán? Tessék? Vézoltánnal beszélünk? Pontosan. Igen, Zolika! Hello, micsoda média történeti pillanat. Zoli. Figyelj, Zoli, te a hangodból hallva, vagy te erre számítottál, szóltak neked, hallgatsz minket, tudtad, hogy az elmúlt két napban veled foglalkozunk, mert úgy vetted föl, mintha tudtad volna, hogy mi vagyunk. Hallgattam, így van, végig van. Komolyan? Írtam is egy kommentet nektek egyébként. Nem láttuk. Hát ugye nagyon sokan írnak Vézolika nevében ilyenkor, tehát rengetegen néz. Akkor tudjuk... mindenki Vézolika akar lenni. Persze, tehát... meg ha durva volt, moderáltuk. Igen, így van. Eléggé sok durvaság, de nem probléma. Ezzel együtt kell élni. Figyelj, neked az igazi neved Zoli? Tehát, így van. Így Zoli. Így van, aha. Zoltán, így van. A V az akkor egy vezetéknévű rövidítés, vagy ötödik Zolika? Az egy vezetéknév. Vezetéknévű rövidítés. Jó, hát ezt nem akarod, nem kell elmondani. Na, hát... biztos, hogy tudjátok, lássátok a Varga. Mindegy is, van egy csomó tipp. Így van. Na, figyelj, hát szerdán vagy kedden, én már nem tudom, pontosan rád akadtunk az interneten. És hát megkedveltük a dalodat, az a helyzet, sőt, mi több azóta már többször bemutattuk ezt az egész országnak. Igen, ezt nagyon köszönöm nektek. Láttad a számot a megtekintésnél? Igen, folyamatosan kísérem én is. Mennyinél vagy most, tudod? 107 000. Annyi, körülbelül így van. 47 ezerről mentél föl. Igen. És csak hogy mennyire szeretjük ezt a dalt, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy én például nem szeretem az Englishman in New York-ot, Sting-től, viszont a Balaton, Vézolikától igen. Vézolika, Balaton. Igen. Elég sokan éneklik ezt, még... Hát elég sokan, én is hallottam. Még józanul is. Így van. Te Balatonparti gyerek vagy, Zolika? Én sem iszom, úgyhogy józanul énekeltem minden számot. Figyelj, Feri kérdezte, hogy te balatoni vagy egyébként? Vagy mi? Nem. Uh-huh. Nem. Tehát ott van ott nekünk egy kis házikó. Elég sokat lett vagyok. Kinek az indítatására, vagy hogy vagy? Ezt kitalálta ki, hogy kell egy videóklip, hogy elindulsz a Balatonral? Ezt közösen találtunk egy barátommal ki, hogy írjunk egy ilyen számot, mert ugyanis mostanában nem volt ilyen balatoni szám. Hát nem. Írva, és elég sokat tartózkodunk ott, és azt leírtuk, amit éppen csinálunk a Balatonon. Meg mint általában a többi ember is. Igen. És ehhez csináltok egy videóklipet is. Így van. A kritikus úgy fogalmazni, hogy ez maga az élet. Ez maga az élet, így van. Ez maga egy élet, így van. Megírtátok ezt a számot, és gyakorlatilag ezzel a pop történelem sűjesztébe küldtétek a Balatoni Nyár című Bornai Szex. Zolika, van fellépésetek? Vagy te prosperálsz, mint zenész, te adsz koncertet? Most legutóbb, persze, egész fiatal koromtól kezdtem én ezt az éneklést, tehát jártam bálba, a vakodalomba, a fellépésekre egyéb, és 20 év után ez megszűnt a munkahelyem miatt, tehát nem tudtam csinálni, és most 3 éve ugyanúgy folytatom, próbálgatok, csinálgatom, zenélek, tehát lássátok, hogy van slágerek és lakodalmas nóták is van rend. Igen. És hát most éppen
múlt héten lakodalomban voltam. Aha, tehát, hogy vannak fellépéseid. Mm-hmm. És hívtak is oda. Így van. Tehát, hogy tudatosan mentél oda. Aha. Pontosan. Figyelj, hát a dal egész egyszerűen elképesztő, tehát ahogy ebből az Audival ott, nem is tudom, hogy rózsafűzér vagy valami lóg középen. Vagy... Az rózsafűzér, így van. Így van, egy rózsafűzér, és utána elindultok a Balatonra. Szenzációs. Kik az úri emberek, akik a hátad mögött ülnek a videoklipben? Mert nem túl nagy szerep jut nekik, mindenképpen ott vannak, eszik veled a lángost, ülnek a fűzfalat. Ott van a barátom, amikor csináltam Ja, ő van a klipben. Aha. Van. Ő is benne, és van a fiam. Aha. És a fiad is benne és van. És melyik ők ki? Melyik ők az unott, és melyik a fára? Igen, ők kevésbé élvezik a Balaton. Igen. Te nagyon a videóklipből ez kiderül. Ők úgy elnéznek a messzibe. Figyelj, a szöveget hallva azt gondolom te írtad. De ki írta... Közösen írtuk ezt. Ezt gondoltam, hogy... A barátom csinálta rá a zenét. Na, ezt akartam kérdezni, mert abban ez a mesteri inkább a zene, tehát a szöveg se rossz. De hogy a zenét a barátod csinálta? Így van. Aha. És a szövegírás az hogy zajlott, hogy a barátod megcsinálta a páros sorokat, te meg a páratlanokat, hát, és aztán összeraktátok? Hát együtt beszélgettünk, és konkrétan, hogy melyik szavakat tegyük be, vagy mit tegyünk be, tehát ez elég időbe. Arra vagyunk konkrétan kíváncsiak, hogy a refrénben szereplő víz szó kinek volt az ötlete? Hát a tó. Nem, a víz, ugye tűz? Igen, tűz, víz, de ott keresztrímek vannak, írta egy hallgató, igen. Tehát, hogy ott... Aha. A víz? Aha. Mert hogy kinek ugrott be például a fűzre, az íz. A lángos rémként. Íz. Hogy a van, Zolika, segítsek, hogy lángos a íz... A vízcsobbanás? Igen, nem, hogy a lángos íz és a fűz, ugye? Ezt fűztétek össze. Így, a lángos íz és a fűz. Hát ami ez a balatoni történetnek a... Egész mindene, hogyha leül egy hűvösbe. A fűz alá is érzi az ízét. A fűz alá, és így van. Vagy énekel, vagy alszik. Mondhatnák többet is. Jó. Úgyhogy ez onnan jött. Figyelj, Zoli, ha meghívnánk egyszer, hogy ez ad nekünk elő élőben. Semmi akadálya. Ettől az a baj, ettől féltem. Erre a válaszra vártam. Szintad van, technika van. Kicsit reménykedtem, hogy nemet mondasz. Hogy valamelyik a klassz nyáron, nem 10-kor, mint főfellépő, hát nem, ezt ne haragudj, hogy még a vastagékat nem tudjuk ki, de valamikor, mint a 9 és 10 között, vagy a hírek alatt, ezt élőben elnyomnád nekünk? Bármikor ott a helyen. Uh-huh. Ezek az akkordok, bármikor. Ezek a zseniális akkordok, ezek úgy véljük, hogy ott vannak az ujjaidban, bármikor elő tudod őket varázsolni. De. Egy jó akusztikus gitára. Egyébként érdekes, hogy a videoklipből kiderül, hogy van egy nagyon érdekes kettőség a te személyiségedben, mert hogy a rózsafűzér alatt, amik lógnak ugye a visszapillantóról, ott van két diszkógömb is. Van diszkógömb, így van. Nagyon. Hát valamit jellemez. Igen. Egy klassz autival mentek. Nem, hogy mindenütt terjeszti az igét, érted? A nőd a diszkózene se fogja vissza. Igen. Jól van, Zoli, megbeszéljük, akkor van még ugye Debrecen, van még Füred, kitaláljuk még, hogy melyik város tesszük boldoggá, és hova hívunk aztán téged. Jó? Jó, bárhová elmegyek. Jó. Köszönöm a segítséget. Ne viccelj. A minőség mellé mindig szívesen odaáll. Imádunk. Én a klipet is, az egészet már elküldtem összes barátomnak. Nagyon szeretik ők is. Volt barátaim. Igen, azóta nem válaszoltak. Nagyon, de tényleg, szóval imádjuk. Jó, Zoli, nagyon köszi, drága vagy. Csinálj, még ez simán fölmegy 200 ezerre. Jó? Jó, köszönöm szépen. Vigyázz magadra, megbeszéljük akkor, hogy melyik helyszíre jössz, jó? Persze, várom, melyik elmegyek. Imádunk, köszi Zoli. Szia. Ciao, hello. Hello. Na gyerekek. Jaj, ez az. Hát, ha valaki még nem tudja, miről van szó, drága szegediek, Vézolika és a Balaton című remegve szabott kis láger. Immáron 105 ezres kattintással. Az a bevezető. Micsoda latin gitár, figyelj! És aztán folytatódik, figyelj! Koronyán, újra a Balatonon, délután, kezemben a lángosom, lemerül, imádom, végre a telefonom, kizárom, most minden gondom bajom, figyelj! Csak téged imádlak én, Balaton! Vezelő naptűz, árnyékom egy fűz, számban lángos íz, vízi bicikli, delfines csúszdás, nagyon nagy, delfines csúszdás, csoppanás,
gyerekek, itt a helye. Hova vigyük? Hát csak Balaton, tehát csak Lelle vagy Füred. 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 Uh-huh. Ha milyen a benzinköltség, akkor Velence. Nem kérdeztük meg, úti költség plusz gázsi? Vagy hát, valamit fizetni kell, figyelj. Hát egy 100 000-es letöltés számú művésznek már kell fizetni. Igen. Jó, de a bakok akkukasza nincs. Na figyelj. Balaton! Figyelj. Korsom szélén hav. Korsom szélén hav. Rácsámon keszeg. Keszeg. Tűnő ezrecsek. Megőrülök, annyira jó. Nekem táncot jár, nekem nem kell más, mert én itt most Balaton, ja. És a szóló, hát jó, és a szólót már nem. Hát gyerekek, Grézolikának egy nagy tars! Végre! Nézem az arcokat, senki nem érti. Ezt szerintem csak hárman szeretjük. Ez zseniális, ez olyan élőben olyan lesz, mint egy etna kitörés. Ki az, akinek tetszik a Vézolika? Őszintén, tényleg csak gyorsan. Három. Aki érti ebben az iróniát is. Nem három, kettő. Aki érti ebben úgy az iróniát, hogy úgy szereti, hogy közben nyilván nem szereti, de közben jót röhög rajta. Vannak ezeket, tegyétek föl? Már hatan. Na, egészen sokan. Gyerekek, jó ez. Jól van, hármas ugrást játszunk, jó, Vézolikával akkor beszélünk. És valamelyik akkor klassz nyaras helyszínünkre meghívjuk. Reszkes szerintem... Lelle. Reszkes Füred, így van. Hármas ugrás, játsszuk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Közben gyorsan csak egy közlekedés, mert fontos, hogy az M3-as bevezetőjét, aki tudja, még kerülje el, mert hatalmas baleset van, áll a sor, mindenki próbál menekülni, nem nagyon lehet, sokan elküldtétek nekünk, hogy türelem, a Szerencs utcától beállt körülbelül egy óra onnan a BVSC, és onnan csak az Árpád híd felé engedik a forgalmat, tehát nem tudom, ott merre van kerülőút, nagyon sem erre, de aki tud, meneküljön, mert hatalmas baleset van, és nem is nagyon jut előrébb a sor, mindenki áldogál, és szájtátva hallgatta a Vézolikát. Tudod, mit mondok én erre? Na. Hogy árnyékom egy fűz, és számban a lángos íz. Azért, mert nem érted a keresztrímek lényegét. A keresztrímek nem fogtak meg téged. Itt vannak játékosaink. Hello, jó reggel. Szervusztok. Hello. Sziasztok. Hú, de sokan vagytok. Hogy hívnak? Péter, a feleségem Brigitta, és a kislányom Eszter. Nagyon jó, az egész család jön akkor játszani. Hello, Brigi, jó reggelt neked is. Hello. Hello. Jöttetek megbújva hátul. Igen. Jöttetek meglátogatni, vagy már a Vastag koncertre, vagy mindenhova, vagy csak úgy? Az igazat meg van inkább ti, mint a Vastag koncert. Tehát amióta van Klassz FM, azóta hallgatunk titeket. Köszönjük is. Szépen Csaba és Tamás. Most Csabi! Igen, ebben a pillanatban letérnek az M5-ös. Nincs semmi bajom belőle, de sokan vannak már X-esek, inkább ti. Persze, meg hát figyelj, elsősorban a csajoknak énekelnek, ugye? Tehát, hogy azért a Vastag Csabi egy lányzenekar. Már abból a szempontból, hogy szegény ugye... már többen Vastag Csabi egy lányzenekar. Aha. Valaki írja fel is. Valaki írja. Meg is van egy szalagcím. Kezdődik a pereskedés. Hát megint fura kijelentéseket tett Balázs a Morning Show-ban. Most nem arra gondoltam, hogy ugye a lány zenekar már, mint hogy ő férfi, de lányoknak ének. Így hát van. Ugye? Igen. Így van. Erre gondoltam. Hogy kijöttem belőle. Na jól van. Oké. Te drága a kislány, hány éves? Most lesz 2. 2. 2. Első gyermekünk? Vagy már van tesó? Első gyermek. Első. De jön az utánpótlás, hogy jön a hülye kérdés, ilyenkor mindig tőlünk nem. Is mindig ezt kérdezik. Nem. Nem. Én is mindig ezt válaszolom erre. Nagyon szimpatikus. Kis csaj. Így van. Majdnem, mint Vastag Csaba. Na, ez viszont a Jani volt. Oké. Mi a leosztás? Ki válaszolja meg, vagy kipróbálja meg először? Közösen megbeszélitek. Hát, Péter. Trióba próbáljuk. Trióba. Jól van. Így szól az első kérdés, dedikált nyakbalkasztó. Mit jelent az Ergo zenekar nevében az R betű? Nagyon egyszerű. Robi. Így van, így van. Picit már, amikor ugye a nevet kitalálták, előre betétett egyfajta személyi kultuszt a zenekarom. Nekem meg ezt a lábom. Igen, kicsit megijedtél a kérdéstől? Ha meglepő, ilyet még nem hallottam, hogy Ergo. Azt hittem, csak kitalálta így egybe, mert ránézett valamire. Robigo. Robigo? Robi mennyi? Vagy mi? Hát ennyi. Nem sok. Mennyi? Robigo. Oké. Dedikált egérpad. A második nyeremény, tovább menjünk-e? Menjünk. Izgalmas. A kérdés, Vágó István mondaná, de szép kérdés következik. Ajaj. Melyik hazánkkal szomszédos országhoz van legközelebb Berettyóújfalu? De szép kérdés. Mondaná István is. Leszedne egy morzsát a szakállát. És gondolkodna egy eredetibben. Románia. Románia! Így van, tökéletes. Tudja. Így van.
harmadik kérdéshez érkeztünk, dedikált óra a tét. Mit csináljunk? Tovább menjünk. 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 Ilyen bátran mondja, de még a választ nem mondott. Azt a mindenit izgalmas. Hogy hívták a Biblia szerint azt a római helytartót, aki elítélte Jézust? Oh. Pilátus. Picit többet is mondtam, azért nem mondtam is. Kötőszó. Azt mondta, és Pilátus. Nem, jó egyébként, mert picit többet kaptunk, Poncius Pilátus, és a Ponciut lehagytad belőle. De az a bajom, hogy éppen ebben a P betűt mondtam volna, ki rosszul. Meg hát ki akarna élőadásban puncizni, ugye? Sosem mondjuk ki ezt az ott élőadásban, hogy Poncius Pilátus. Így van, pedig Havarsztőnnek még ez is sikerül. Péter, Brigi és Eszter, megvan az ajándékcsomag, dedikált óra, amiért ölni tudnának nagyon sokan, morning show-s egéralátét, nyakba akasztó és mindenféle csecsebecse. Ezt adjuk nektek nagy köszönjük szeretettel. Köszönjük szépen. Örültök? Köszönjük. Örültök, jól van. Nem volt már. Há, örülünk, mert konkrétan nem egyszer próbálkoztunk, most meg úgy voltunk, hogy hó, ideérünk a hármas ugrásra, azt ideérünk, nézzük a tömeget. Jó van, vonuljunk félre gyerekkel játszani. Azt akkor visszajövünk ide, hogy hoppá, akartok hármas ugrást játszani? Tudom, ilyenkor mindent bevet a gyerek, megcsípi az ember a gyerekét, hogy sírjon, akkor megsajnálják, felveszi. Nem, kerítés bontott, ő magától kerítés bontott, tehát nem kell aggódni, ő magától intézi a dolgokat. Ismerem, emelj fel a gyereket, hát, hogy kiszólnak, fog meg a gyereket, csíp meg, sírjon, megsajnálnak. Nem, ez úgy kezdődött, hogy szerezünk valahol egy gyereket. Tényleg, legyetek szívesek visszaadni egy jogos tulajdonosának, jó? Ezt, mert már nagyon, nagyon sír. Oké, ügyesek vagytok, köszi a játékot, ciao. Sziasztok! Hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-on. Készülj a következő megmérettetésre. Írja valaki a dusán, elment az Olikához szöveget írni. Talált a vicc. Én Füredet ajánlom, sokkal nagyobb, egy lellei. Vártam ezt. Menjen inkább Füredet. Ez nagyon jó SMS. Jól van. Na, még egy telefont intézünk majd, ugyanis meg kell nézni, hogy a mi kis Viktorkánkhoz megérkezett az angyáka. Ugye? Hát ígértük neki, hogy beszáll az ablakon az angyáka, nyissa ki az ablakot, hogy ne legyen nagyon komoly. Csak bukóra. Itt van. Ne legyen nagyon komoly gazdasági totálkára kecó. Úgyhogy Viktorka a hős. Viktorka, mi drága hősünk, ígértünk neki egy angyalkát, úgyhogy rögtön följük az anyukáját, hogy megérkezett az angyalka. Tudod, hogy a rendőrség is kitüntette Viktorkát? Igen. Van egy kép, igen, jön a 100 000-es úr előtte. Igen. Viktorka keményen kezet fognak és megköszöni a munkáját. Aha. Mondjuk nem a Pintért tette. Hát jó, ő nem ér rá mindenre. De az nagyon szép dolog, hogy a rendőrség. Jött a rendőrség is megdicsérték. Az nagyon kedves gesztus a rendőrségtől. Fölhívjuk az anyukáját, hogy mi történt, örült az ajándéknak, és ha minden igaz, az ide érkező vastagékat is megszólaltatjuk. Jövünk a hírek után. 4:10 múlt pontosan 4 perce. Jó reggelt kívánunk minden szegedinek. Hello, drága szegediek. Jó sokan vagyunk már itt a Dugonics téren, és maradunk is egészen este 6 óráig mindenféle játékkal, amit itt ki lehet próbálni, egy csomó mindenben lehet részt venni. Ez az egész itt marad, már hogy nyilván ugye nem akarjuk utána elbontani a teret is, de hogy marad az üvegstúdió, jön Csabi is, Pirosi is, sőt, mint ugye a vastagék színpadra állnak majd 10 órakor. Így és fog azt maradni, hiába szívoznak a közteres. nem megyünk sehova. És aztán átmegyünk majd, ugye, vagy hát tulajdonképpen párhuzamosan zajlik az Erzsébet ligetben a Klassz nyár, mert hogy ott Kassa Tibi, Rúzsa Magdi, a Huligánc és az Ergó lép majd színpadra 3:30-tól. Mi van de aki akar, az itt maradhat. Tessék, Ergő, bocsánat. Na azért. Igen, az Ergő. Na, továbbra is káosz van az M3-as bevezetőjén, többen kérnek tőlünk segítséget, hogy merre menjenek. Hát egyrészt fejből egy kicsit nehéz azt tudjuk csinálni, hogy mondjuk, hogy mi a helyzet, ott még hatalmas dugó van, nem tudták megoldani a dolgot, úgyhogy aki tud, és most készül Mogyoródról beérkezni, vagy az M3-asról, az valahogy próbáljon megkerülni, mert hogy K.O. a bevezető az M3-ason, lépésben lehet haladni, van, ahol fél órája állnak egy helyben, úgyhogy ez ott teljesen esélytelen. Mindenki próbál okos lenni, nincs hova, írja egy hallgató. M3-as Nyíregyháza felé, 106-os kilométer Molkút totem, háromlábú, köszönjük. Tökölén a Bosnyák felől befelé 5-tel lehet haladni. Ezt vezetés közben írom. Gondolhatjátok, írja nekünk Sanyi. Aztán 2A Pest felé Gödnél a sor vége, ott is hatalmas dugó van, ez Zoli küldte nekünk. És Óbuda, Lajos utca, Pacsirta mező, Kiszteli utca egészen a Zsigmond térig áll. 3 egymástól független baleset miatt Óbuda elesett. De látjátok, hogy egyébként ez tényleg igaz, amit szoktam mondani, hogy van, amikor semmi nincs, aztán egyszer csak valamilyen kollektív hatás van az emberekre, front, időjárás, nem tudom, hétvége, péntek, és elesik. Eljöttünk elesik a városból, minden. Ennyi. Bizony. Ezt még én soha nem hallottam tőled egyébként.
Igen, most találtunk ki. De tényleg, utána amikor meg zökkenőmentesen halad x millió ember, és nem történik semmi. Ugye? Hogy valami azért itt együttesen léphet reakcióba az emberi agyakkal. Az időjárás. Szerintem egyébként nyilván az időjárás, a front, a csillagok, az egész. Nem létezik, hogy csak ennyi minden történjen. Rengeteg baleset tényleg mindenhol. Úgyhogy kitartás azoknak, akik itt vannak. Na. Vagy itt, akik a dugóban állnak. Hát, Janikám, akkor itt az idő, hogy a te napodat is bearanyozzuk. Csak nem azt látom a kezedben, amit látni akarok. Nézd meg ezt a csodálatos férfit és a gyerekét. A gyerek vett magának egy szelvényt, és azt mondta, hogy hozok a Janénak is. Kapargassák. Nem hiszem el, de drága. Ha, megígértem, hogyha nyersz, akkor feleztek. Bocs. Mármint a 200 forintot, amiben került, azt nagy. De hogy természetesen felezünk. Embert és nem együtt, láttam még annyira szívesen együtt kaparni, mint te. Imádod. Imádod. Tényleg. Ez neked egy ilyen, nem is tudom, fétised. És együtt elmegyünk nyaralni. Két hét Miskolcon belül. De nagyon mennék. Szeretem Miskolcot. És azt tudom, nem Miskolcon van a baj. Nem azért nem mennék. Ahogy te csúszdázoltak, másfél órát vártalak a sárga csúszda alatt, érted, mikor kiderült, hogy most hagytátok el Budapestet, úgyhogy kevés közös programunk lenne. Na, mit is akarok mondani? Ugye látja mindenki azt a baromin egy kacsát, ami ott van mögöttetek. Ez a kacsa futam, ez egy érdekes dolog, beszéljünk róla gyorsan két mondatot. Augusztus 31-én Budapesten megrendezésre kerül majd a kacsa futam. Rengeteg sárga gumikacsa lepi el a Dunát, és a tervek szerint, hát ezek ugye becsült számok, reméljük ennyi lesz, 100 000 kacsát bocsátanak egyszerre a Duna vizére. Világszerte egyébként ezt már rengeteg helyen megcsinálták, Szingapurban, Nagy-Britanniában, Ausztráliában, Ohioban. És ugye a játék lényege tulajdonképpen annyi, hogy ezeket a kacsákat, ezeket meg lehet vásárolni. X forintba kerülnek, nem túlságosan drága, mindegy is, hogy mennyi, tényleg szinte egy jelképes összeg. És minden megvásárolt kacsa egyrésztről jótékony célt szolgál, ugye az UNICEF Magyar Bizottsága részesedik az esemény bevételéből, de ami a pláne a dologban, hogy megveszel egy kacsát mondjuk 1000 forintért, és komoly verseny is, ugyanis a 100 000 indulóból azon kacsák közül, amit ugye vízre bocsátanak, az első 100, aki célba ér, értékes nyereményeket vihet haza. Tehát te megveszel egy kacsát x 1000 forintért, autót, utazást, elektronikai eszközöket és különféle ajándékutalványokat is megkaparinthatnak maguknak a résztvevők. Mi történik? Beleöntik a Dunába a 100 000 gumikacsát, megjön a Greenpeace, akik aztán nyilvános akasztásokat hajtanak végre. Mert nyilván utána ezeket természetesen kifogják, tehát nincs környezetszennyezés. És ha a te kacsád benne van az első 100-ban, akkor azzal a jelképes összeggel, amiért te ezt megvásároltad, egyrészt segíted az UNICEF-et, kettő brutális sok milliós nyeremény nyerhetsz, úgyhogy te 1000 forintot fektettél be. Az ötlet zseniális. Arra van lehetőség, hogy egy-egy kacsát mondjuk felékszerezzünk egyfajta vitorlázattal, mint mondjuk egy valamilyen schoonernek, vagy egy clippernek, és hát, egy picit gyorsabban éljen be. Hát, az... Egy hete azon dolgozom, vagy azon gondolkozom, hogyha indítunk egy Klassz FM-es kacsát, hogy tudok Uber szerelésben beúszni alá, vagy motor tenni rá. Ugye az első 100-ba kell beérni. Na most rá kell írjam, hogy Feri kacsája? Vagy Morning Show kacsa? Mert vagy... akkor visszaviszik a Ferinek az intenzív. Nem, mert honnan tudod, hogy a te kacsád? Hát igen, na honnan tudod, hogy a te kacsád? Na honnan? Szerintem minden egyes kacsának van. És lesznek ott kacsák is. A kacsák egy mellett. Sorszáma. Ezt a sorszámot pedig a kacsák alján találjuk meg, vízzel oldodó felirattal. Hát például az a kacsa, ami a kezemben van, a 000560-as sorszámot kapta, én ebből arra gondolok, hogy ez az 560-as lehet. Nagyon jó gondolat. Így van. És akkor van egy ellenőrző szelvényed, ami rajta van, az 560, bizony, azt kell van odavinned. Itt megnézem, van a kezemben az ellenőrző szelvény, és ez az 525-ösé, tehát már jó van, ez most nem egy lottósorsolás. Aranka vagyok. Hatos. És a lényeg, ugye elindítod a kis kacsádat, gyerekek, hülyék vagyunk, ha ezen egy kacsát nem indítunk el. Úgy behúzzuk a kecót, mint a húzat. Vagy megbundázzuk, vagy nehezéket teszünk. Mikor úszik jobban, a nehezebb, vagy könnyebb? A nehezebb, akkor súlya van. A könnyebb, az kisodródik már. Igen, valahol. Ahogy a Budai alsóra partnál. Tehát, hogy ismerve a saját magunkat, meg a fizikával való viszonyunkat, úgy lesúlyoznánk a kacsát, hogy a rajtnál érte le a Duna aljára. Konkrétan hol fogjuk ezeket a kacsákat beengedni? Azt mondja, hogy a Margit híd, Batthyány tér között. Aha. Hát szerintem, hogyha Ferit felküldjük egy rádió távirányítólag elért egyet, akkor akár még irányban is tudjuk tartani a kacsát. Igen, valamit megnyerünk. Hát indítsunk el egy Morning Show-s kacsát, ne csináljátok. A 100-ba csak odaérünk, nem? 100-ba kell odaérni, jó? Úgyhogy ott a kacsa, ott a lányok egyébként mindent elmondanak, országszerte viszik ezeket a gumikacsákat körbe, mindenki megnézheti, jótékony is, nyerni is lehet, jó móka, ott lehet lenni az indításnál, lehet drukkolni a saját kacsátoknak. Ez egy baromi jó ötlet, és tényleg számos országban megcsinálták, és nagy siker volt. Majd kitaláljuk, hogy csalunk. Jó?
Jó. Egyértelmű. Nyilván így nem becsületesen fogjuk megoldani. Kit érdekel a fair play díj, nem a házat akarom. Nem, hogy érdekel, hogy hagyját a kacsát. Nem, az a lényeg, hogy, az a lényeg, hogy odaérjen. Na, egyébként én úgy látom, hogy belekevertek téged is a főnyereményekben, mert hogy az egyik díj utazás Balira. Jó, de csak a felső testemen lehet utazni, és a fejemet lehet megkerülni. Hát figyelj, egy családnak a fejemet megkerülni, az egy 3 napos túlélő túra. Tehát elindulnak itt körbe, érted, mire véget érnek, a hátizsákkal mennek, az egy komoly, komoly teljesítménytúra. Na jó, ezt elmondtuk. Oké. Ugye Viktorkára térjünk vissza egy pillanatra, aki egy hőstetet hajtott térjünk végre, ami Viktorkánk, ugye ígértünk neki egy pici ajándékot, semmiképpen nem önpromó a dolog, csak szeretnénk megtudni, hogy berepült-e az angyalka. Mert ugye Viktorka volt az a kisfiú, aki a héten egyébként ugye együtt sétált pont a 3. kerületben a nagymamájával és az anyukájával, és az az ember, akit azóta már számomra kicsit értetetlen módon kiengedtek, ugye letépte a nagymamája nyakából azt az aranynyakláncot, elrohant vele, és Viktorka egyébként, hogy mennyire tényleg helyesek a gyerekek, utána szaladt ennek a rablónak, és átkarolta az ő lábát, és próbálta megfogni, hogy már pedig az ő nagymamájától senki nem veszel semmit. Hihetetlen a srác egyébként tényleg, hogy mennyire bátor, meg mennyire ügyes. Aztán a rabló ugye elszakadt, vagy hát kiszakította a lábát ugye Viktorka erős kezei közül, elszaladt, aztán megfogták, már ki is engedték, csak azért, mert hogy a, ugye nem... Érdemei elismerése mellett. Így, illetve nem áll fent, hogy újra elköveti, tehát bűnismétlés veszélye... Egyszer ültél. Bűnismétlés veszélye nem áll fent, olyan nehéz még egyszer valakiről letépni azt az aranynyakláncot, mondjuk most nem a 3. kerületben, hanem a keleti pályaudvar mellett. Na mindegy, kiengedték, nem is ez a lényeg, hanem mi beszéltünk ugye az anyukájával és Viktorkával is, és azt ígértük neki, hogy péntek reggel nyissa ki az ablakot, mert hogy amiért ő ilyen kis hőstettet hajtott végre, ugye, hát kap tulajdonképpen kap egy kis ajándékot tőlünk. Azon izgultam tegnap este, hogy nem értette el félre, hogy már este nyissa ki az ablakot. Érted? Mert akkor megfázott, igen, mert ideg volt. Anya, nem csunkhatod be? És kicsit aggódtunk, hogy találunk egy olyan ipari alpinistát, aki felvesz a hátára egy szárnyat. és berepül. Úgyhogy felhívjuk Viktorka anyukáját, és megkérdezik, hogy mit szólt. A mi kis Viktorunk örült-e, játszott-e már vele egyáltalán, berepült-e az angyal? Be kellett repülni, vagy lehet, hogy most fog berepülni? Aha. Most, lehet, most repül, látom itt az információt közben a falamon, hogy most repül az angyal? Igen, most lóbálják be egy toronytarulót. Józsi. Ja nem, Józsi, nem már mondnak, meg megsérdezik. Nem, már Alexander. Jó, bár basszus, már Józsi, már mind utálnak. Krisztián, megmondtam, hogy ne arra repüljél. Krisztián lehet, hogy 5-5-ször próbálkozik, és mindig bevágódik egy másik emeletre. És már Porhanyos mellett a salak. Nem baj, újra neki fut. Hívjuk? Hívjuk, jó? Hívjuk Anna Agbe. Egyébként Viktorka nagyon-nagyon sót, amikor megkérdezték, hogy mit szeretne, azt mondta, hogy felnőtt szeretne lenni. De a világ béke után mondta. Ja, annyira cuki volt, mert hogy szeretne felnőtt. Mert a fejét is lerúgta volna a rabló. Igen. Benni is mindig ezt mondja, olyan helyes. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk neked! Hello, Kati! Kati, na mi a helyzet? Berepült már az angyalka? Berepült, de még ő nem látta, úgyhogy ez most fog megtörténni előadásba. Ó, tényleg? Tehát most igen, már berekül. Most már kiengedi a szobából. Enged ki a szobából, jó? A kis angyalkát. Mondtátok Viktorkának, hogy úgy ma péntek van, vagy számolta a napokat? Igen, várta már nagyon. Várta már nagyon, de jó, hát egy kis hős, úgyhogy megérdemli abszolút a jutalmat. Hol van most Viktorka? Most nézi mindjárt a ajándékokat. Most éppen egy rablógyilkost üldöz a lépcsőházban. Gyakorol egy bábún. Gyakorol. Mi történt? Na, valami... Most volt egy aszta, igen. Az volt az aszta, most kapta meg ebben a pillanatban. Mit csinál? Közvetíts nekünk, Kati, mi történik? Most nézi mind a két doboz. Igen. Nem tudom, hogy melyik, de mi lehet vajon. Aha. Ez... Ő tudja, hogy mi, én annyira nem. Ezek a kis csimoták, ugye, amiket itt ki lehet... Csimoták? Nem, Machu Picchu. Hárman összeestek odakint. Igen. Adod nekünk egy pillanatra csak, hogy milyen, azt mondja el, mert nem túl bőbeszédű, tudom, hát zavarban van édesem, csak hogy mondja el, hogy milyen, amit kapott. Jó, adom. Oké, okay, köszi. Szia. Hello, szia. Na, mit szólsz, milyen, mesél, de mi van a kezedben, mit látsz, mit kaptál? Azt, amit kértem. Na, hát ki merne neked ellen mondani, mert hogy ismerjük, hogy milyen kis hatékony vagy. Örülsz neki? Örülsz, persze, nyilván, hogy mit tud egy hülye felnőtt kérdezni, persze, hogy örülsz. Erre számítottál? Ezt szeretted volna? Igen. Igen, jól van. Na, akkor állj neki, ma már nincs suli, nincs semmi, nem kell sehova menni, úgyhogy próbáld kirakni, jó? Ügyi vagy még egyszer nagyon. Köszönöm. Vigyázz magadra. Szia, Viktor. Ciao. Hello, hello. Hogy próbálja kirakni? Puzzle-t kap? Nem, hát legyen. Hát ezt így össze kell rakosgatni. Igen. Ja, te hülye vagyok, illetve nem csak nekem. Nem. Most ilyen. Igen, csak nem fakockákkal játszott a lézinóra. Igen. És azt is eltüzeltük télen. Itt vagy, Kati?
Itt vagyok, igen. Itt vagy. Nagyi, hogy van? Jól most már, köszönöm. Jól van? Mm. Na jó van, megnyugodott? Viszont ő is kérne valamit tőled. Gyerekek, bármit, nektek nagyon szívesen megjelenlítek. Szóval megnyugodott a Nagyi, jól van már. Megnyugodott, igen. Jól van. Na, örülünk akkor, hogy örültök, vigyázzatok magatokra, jó? Rendben, köszönjük. Igazán nincs mit. Sziasztok, ciao. Sziasztok, hello. Hello, hello. Tényleg a Nagyi, beszélhetünk volna smukkékkal is. Adják vissza, így van. Na jó, van, gyerekek, jó. Hát komolyan mondom, 9:30 van, és annyi mindent csináltunk, nem? Így van. Hol vannak a vastagék? Jönnek nem sokára? Itt vannak hátul a sátorban. Mit csinálnak? Hogy helyek, átveszik a férfi ruhákat. Na, most megint. Te vagy az, aki ezeket mondogatod. Jól van. Tartunk egy pici szünetet, utána jövünk még egy néhány mondat erejéig ugye a vastagtesókkal, mielőtt színpadra állnak itt 10 órakor a Dugonis téren, ahova még nem késő eljönni, és jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival is. 3:40 lesz, pontosan 9 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jani, karold át a Balázs lábát, és kérd a horvát élet. Jó. Nem ér most rá, nézd meg, szegény. Dedikál, nézd meg, odaadta magát a tömegnek, és azt a kicsi kis testét, azt a kis aranyos kis pici lábacskáit, kis karocskáit. Hogy lehet valaki ennyire fehér? Most úgyse hallja, beszéljük ki nyugodtan. Nem sokat teszi ki magát a vízpartra. Tehát te is fehér lennél, ha romok között botorkálnál évek óta. M3-as Nyíregyháza felé 106-os kilométer Molkútnál van egy háromlábú. Még mindig nagyon nagy a dugó az M3-ason befelé, senki nem menjen arra, állnak az emberek, ordibálnak, verekednek, autók törnek. Jó, kicsit nem tudottad túl. Nyilván csak baromi nehéz bejutni, történt egy elég komoly baleset, össze-vissza tereli a forgalmat. Aztán az Árpád-hídon is nagyon nehéz az átjutás, egész Óbuda elesett, mert hogy hatalmas baleset van, és több is. Az M3-ason Debrecen felé pedig a Molkútnál a 105-ös kilométernél mérnek. Ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen. Mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk. Ugye megvitattunk egy érdekes esetet, miszerint beomlott a föld alatti alagútja. Véletlenül belefúrtak a kis föld alatti födémjébe az egyes villamos pályájának átépítése közben. Számunkra teljesen megdöbbentő ez a hír. Nyilván, ahol dolgoznak, lehet hibázni, de elképzeltük, hogy ez az eset ez hogy történt. Nem? Hát igen, a kis hibát elfogasz, de ez nem az. Ez nem a kis hiba kategória. Igen, egyelőre senki nem tudja, hogy követhették el ezt a nagy hibát. Napokig nem jár a föld alatti, egészen az oktogonig egyébként. Többször volt már olyan, hogy a Tököli útnál, hogy a sinek felszedésekor átvágtak egy vízvezetéket, medencévé változtatva a kereszteződést. Ilyen megesik. Mi most megnéztük, hogy mi történhetett valójában. Próbáltuk elemezni a helyzetet. Bocs, hogy egyébként késtem ebből a megszólalásból, csak kerestem a kisfiút meg az apukáját, hogy megmondjam, hogy sajnos nem nyertünk a sorsjeggyel. Igen, azért ezt majd nekik is mutasd meg. Jó? Ismerve téged, azért én bekérném azt a sorsjeggyet. Ugye erről beszélgettünk valamit, fölhívtuk a mi drága V. Zolikánkat végre, mert azt ígértük, hogy ha eléri a 100 000-es like számot, akkor megszólaltatjuk és megnézzük, hogy ki ő, hogy milyen ember, miért írta ezt a dalt, hogy szerezte, és... Hogy a fűzre az íz. Így van. Na, ezekre egyikre se kaptunk választ. Nem. Erre nem, viszont meghívtuk valamelyik balatoni helyszínünkre, a lelleiek erősen lobbiztak, hogy menjen Füredre. Hisz az nagyobb viszont... hely, biztos sokkal több ember. A fürediek elküldték egészen Hegyvesig. De már a füredék is jelezték, hogy azért vannak még partok, igen, vannak még szép települések a Balaton, igen, körül. De mi megszólaltattuk, fölhívtuk, hogy nagyon kedves emberről van szó, és tehát természetesen bejátszottuk a dalt is, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Easy bicikli, aj, de szeretem. Balaton. Tudom, gyerekek, én beteg vagyok, de én ezt szeretem. Tehát egyre jobb. Igen, de ezt eddig is tudtuk, úgyhogy sokat nem rontottál a saját állagodon, de a dal jó, tényleg, és nagyon köszönöm azt az SMS-t, aki ezt velem azonosítja. Mondta, hogy Balázs, ez nem lehetsz te. Ez biztos a Feri tolta be. De ez nem lehetsz te, Balázs. Gyerekek, az összes ilyen harta Balázs nyomja. Az összes ilyen nagyon beteg, nagyon beteg dolgot tolom, mert imádom speciálba csak nekem. Na, gyerekek, megjöttek a vastagtesók. Hello, jó reggelt! Tassak Tomi, vastagtesók. Csabi! Sziasztok! Hello! Hello, srácok! Na, 10 órakor színpadra? Igen, pár perc és kezdünk. Pár perc és már ott vagytok. Igen, mi újság van, Tomikám? Ez a hosszú haj, ez erről nem tudnak lebeszélni, ahogy látom. Ugye? Hogy ez, amit látom, hiszel? Tényleg így van. Ennek pusztán színházi okai vannak egyébként, tudod, mert mindenféle... Mi Sámsont játszol, vagy mi? Nem, mondjuk most Che Guevarát játszottam Sopronban az Evitában. Aha. Például egy hosszú figura volt a történelemben, és tudod, hosszú ajból könnyebb rövidet csinálni, úgyhogy elfésülik, mint rövidből hosszú. Az igen, az egy kemény, de kemény dolog. És a parókával meg annyit kell szívni, hogy inkább jobb ez a hosszú aj dolog. Igen. Visszaadták Jánosunkat közben. Gyere János, nem bizniszelj még mindenféle dolgokat. Mindenféle dolgokat. Na,
Mi újság van, Csabikám, mesélj van, mi az aktualitás? Hülye kérdés, tudom, dolgozunk. Hogy megy a zenekar szeker? Dolgozunk, itt vagyunk, nagyon-nagyon szeretjük a Klassz FM-et és a műsort is, és köszönjük szépen, hogy itt lehetünk veleteket, most egyébként tényleg viccel. És tegnap nagyon szerettük a Juventus rádiót. kezdő műsorvezetők, mindig ezt kérdeztem, hogy miért ez a zenekar neve, és mit üzentek a rajongóknak. Szerinted azért így hónai mirigyek, mit mondtak erre 97-ben, amikor indult a zenetévé. Na, de sok minden van, nem? Te is színházazol? Igen. Bár nem olyan nagy mértékben. Kitettek? A színház egy nagyon-nagyon szép dolog, de egyébként ez egy ilyen picit B megvalósulás nekem. Hát Virágparton arra tetted a tesódat, nagyon szép volt. Ez van, Tomi. A zenekarunk az egyébként, hogy az előbb említetted is, az egy ilyen fontosabb, tehát igazából a legfontosabb most, hogyha azt lehet így mondani. Hát igen, hát neked ez a fő projekt, abszolút. Egy közös dal lesz, most több lesz, mert ugye tudom, hogy a Klassznyaloknál ti együtt léptek föl, de hogy a múltkor csak egy dal erejéig. Most több lesz, vagy most... Hát kinek melyik verszak jut ez? Igen, ez egy ilyen... Akkor ki tudja a szöveget. Érdek, ez a nagyon marcod a srác hátul még mindig az Andor. Igen, itt áll és csöndben figyel. Nagyon. A csapat managere, ugye, hát, aki befejér. Tegnap kiraktam a Facebookra az Andort is, ott van mögöttem, és nézi a képet, amit a kedves nézők is néznek, és ott meg ismerheti mindenki egyébként. Figyelj, összeszámoltam, hogy egy hónapba körül mennyi a kilométer, ezt így megnézted, egyszerű fejbe lejátszottad, mert tudom, hogy nagyon sűrű volt valamikor utaztál, és azt mondom, na jó, most kiszámolom, hogy körülbelül mi az a mennyiség, ami... Több kocsit tönkretettünk már, ezt inkább így lehet számolni, de több ezer kilométer egyébként így egy héten. Nagyon, azaz nagyon. Egy héten? Aha. Te jó, és te most olvasom, hogy ami októberig vagy novemberig vagy betáblázva előre. Sokáig, igen. Sokáig. Nem nagyon látom ezeket, mert mindig a következő napot látom csak többnyire. Tehát mindig előző este nézem, mi lesz. Figyelj, ez már kassa is mondja, beül, aztán majd megy. Nem? Tehát egy idő után. Arról, hogyha messzire kell menni, arra azért van fogalmam. Tehát azt, hogy még el kell utazni, akkor azt nem reggel 7-kor veszem észre, de... Fő, hogy a gázsit látod, nem? Szabad szemben láthatom. Most számoltok itt holnap 992 kilométerre. Atyaisten. Holnap? Egy Békés Csaba, egy... Borsodnádas, Dunavecse és egy Szombathely. Aztán meg vissza Pest. Az nem gyenge. Az nem. Na jó van. Srácok, 10 órakor már ott vagytok, úgyhogy igen. Van valami kis melegítés, ilyenkor négy ütemű fekvő támasz, vagy bármi semmi nem csinál. Tekerős kifli. Tekerős kifli. Semmi, nincsenek ilyenek. Jó van, 10 órakor a színpadon. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Ez itt, jó? Ez a mi kis színpadunk, úgyhogy akkor várom. Azt akartam kérdezni, miért vagytok mindig mind a ketten feketében? Gyászoljátok a többi X-esnek a karrierjét? Slanki. Szolidaritatok sodaink, de jó dorkával. Az igazság, hogy ez teljesen prózai oka van, a feketé az bármit feltenni, tehát hogy a feketék többnyire egymásra harmonizálnak, és így nem kell annyira variálni reggel, amikor csak így benyúsz a szekrénybe. Az egy egyszerű viselet, így van. Srácok, örülünk, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük szépen. Andor képét pedig mindenki lájkolja a Facebookon félelemből. Meg akar vele újat húzni. Ránézés a 4000 év börtön, nem? És annyira szigorú, hogy csak beállt ide, tudod. Azért tudjuk, hogy mit kérdezünk. Azért tudjátok, hogy mit kérdeztek. Van egy határ, amint túl, levegjetek ki. Andor nagyon kell. Igen. Figyelj, ha már a Csabi, te visszamondtad a celebet, Tomi nem ugrasz be helyette, vagy te se tudsz jönni, vagy legalább valamelyik vastag nem tudja képviseltetni magát, te színházazol akkor? Te is? Szeretek a pókokat. Én most inkább ilyen színházazol. Aha. Meg most. De hát most mondta a bátyját, hogy ez a B-vonal. Az övé a hajózás úton, a tiéd pedig a... B-variáció. Az a baj, ha nem jött a kénytelenek leszünk megint a dévényit vinni, és az nem tenne jót se nekünk, se a műsornak. Köszi srácok, még egyszer. Köszi mindent. Drágák vagyok, imádjuk benneteket. Ciao. Gyorsan hívjuk még a naphallgatóját, jó? Ha mondja, hogy Morning Show, adunk neki egy ajándékcsomagot, és aztán szépen lassan búcsúzunk, de csak mi, mert hogy Csabi marad, Piros jön, ugye Csabiék jönnek a színpadra is közben énekelni, és aztán Kassza Tibi, Rúzsa Magdi, Oligász és az Ergő zenekar zenéje majd 8:30-kor az Erzsébet Ligetben. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Szia! Morning Show! Az bizony! Jó reggel! Na, tényleg Lellei vagy? Nem. Igen, az SMS-e... De Balaton. De Balaton, nagyon jó. Honnan írtál, hogy hol hallgatsz minket? Balaton világos. Szenzációs volt az SMS-ed, ugye Vézolikát meghívtuk, és vaciláltunk, hogy melyik helyszínre jöjjön. Hogy a Lelleire, vagy a Füredire, ugye mind a kettő egy klassz nyára helyszín, és azt írtad, hogy én Füredet ajánlom, sokkal nagyobb, egy Lellei.
Nagyon szeretjük. Imádni fogod, ha ott leszel a koncerten. Imádni fogod. Gyere el, tényleg. Még nem megnéztem én is a neten. Ugye? Ugye, hogy van benne? És figyelj, és nézd meg azt, amire csak 25-en szerették. Ez 40 ezeres volt, mikor elindítottuk, de nem van, amit eddig 125-en láttak. Úgyhogy az a kemény. Gratulálunk, jó? Jó, köszönöm szépen. Oké, küldjük az ajándékcsomagot. Találkozunk, köszönöm. Vagy Füreden, vagy Lellén. Jó? Jó. Köszi. Annát puszilom, és üzenem neki, hogy a 8 hónap azért nem változik meg ettől. Aha, hát ezt csak ő tudja. Igen, de húha, teherbe jelentett. Igen, mi van, már csak egy hónapja van. Igen, 9 hónapot mondta volna kezdenék én is gyanakodni. Mi ez a kis privát történet, tudhatjuk? Már megint. Majd talán igen. Aha, 8 hónap múlva szerintem talán. Szerintem megint meglettünk vezetve, csak mondom. Azt mondja, 8 hónap múlva talán, vagyis elment már belőle egy hónap? Igen. Tehát egy hónappal ezelőtt ők találkoztak? Aha. Nem. 8 hónap múlva, te jó Isten, megint nem elárult minket? Nem tudom. Jó, meglátjuk. Nem árult el belleteket, abszolút nem. Jól van. Ciao, köszi. Én mondtam, sziasztok. Hogy csak óvatosan ezekkel a vulkanizált gumikkal. Igen. Annak közben elkezdett tőlem elköszönni. Kellemes égét, hétvégét, puszi, szia. Mindig 10 órakor szokott, 9 óra 54-kor elköszönni. Igen. Tőlem el szokott itt Skype-on. Nem olyan durva, ez Zsűl már 4:10-kor hazamegy. Zsűl a technikusunk a stúdióban. Igen. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Hello, Szeged! Hello! Sziasztok! Hello, Csabi! Milyen sokan vannak? Igen, jó pólóra. Eddig is sokan voltak, vagy csak miattam jöttek most? Nem, sokan voltak, de a Csabi, te és a másik Csabi, meg a Tomi azért megtettek előhatását, úgyhogy. Ja, igen. Igen. De azért maradjatok, mert kérhetek dalt a kívánság műsorban, jó? Jó. Örülnek. Hát, látom az arcokon, hogy örülnek. Nézd, egyelőre, igen, örülnek. Itt maradtok, ugye, a helyszínen? Persze, itt vagyunk a helyszínen, innen szól majd a Klassz délután is, aztán majd átmegyünk 3:30 magasságában az Erzsébet ligetbe, ahol elkezdődik a buli Kassa Tibivel. Kiderül, hogy igaz-e a mondás, hogy nem lehet proféta senki a saját hazájában. Mert de jó vagy, mert ugye Szeged, hát igen, de hát valószínűleg ő rá fog erre cáfolni. Mert imádni fogják. Az biztos. De fogják tépni a színpadról. Annyira szeretik. Az is biztos. Főleg a rokonok. Tipikém, ma megint nem jöttem. És ők is azért, mert mindegyiknek tartozik. Igen, aztán Rúzsa Magdi, Huligánc és Ergő, ugye ez a sorrend. De mitől Ergő? Hát azért, mert Szögedön vagyunk. Ja? Szögedön Ergő. Akkor nem Örgő. Most úgy is mondhatnám, hogy 8:30 a színpadon a Mennyi Robi. Ugye, de? Igen, Robi. Indulj Robi. Ergő. Na. Figyelj ide, te futballhuligán! Na mondjad! Előttem az egyenes kiesési szakasz. A telefont kiveszitek a fülünkből, köszönjük. Uh-huh. Az egyenes kiesési szakasz, hogy tegyük meg tétjét. Ezt nem értem, ezt a kérdést. Mondjad, ki játszik. Ja igen, ezzel az egyenes kiesési szakaszsal téged már összezavartál. Szeretném megtenni tétjémet egy Hollandia-Mexikóra. Aha. Szeretném, ha... Várjál, ez még a dél-afrikai végén. Ja? Na várjál, akkor kicsit rákeresek. Mit szólnál egy Hollandia-Németországhoz? Jó lehet még egy Németország-Algéria, válasszál, vagy egy Franciaország-Nigéria. Jó, de jó. De szép. De gyönyörű. Mit mondasz a Holland-Mexikóra? Holland-Mexikó. Én a hollandokat. Mondja te az elejét, nyugodtan. Jó. Stoppoljad le, mert én nekem úgyis teljesen okay. Mindegy. Nem jó, mondjuk írja már valaki, írja valaki. Írjátok fel, tehát Holland-Mexikónál Bazsi a hollandokra így tesz. Van. Én a mexikóikra. Mexikóikra. 5 játékpénz, az se készpénz, ugye? Mondaná a NAV. Ugye? Nincs átutalás, nincs pénz, nincs papírpénz. Vagy játék. De továbbjutásra szavaztok, ugye? Továbbjutás, csak továbbjutás. Ha ezt a NAV szóvívő mondaná, gondolják át a személyét. És mit szólnál, jónak ígérkezik egyébként szerintem Argentina-Svájc nem annyira. Mi lesz még a jó meccs? Hát a francia-nigeri. Francia-nigeri, az egy jó meccs. Jó, megreszem a franciákat, jó. Egy kicsit hülyének érzem magam, mi abszolút lúzer. Benzema tovább lövi a franciákat. Istenem ad, hogy a Benzema a franciáknál játszom. Istenem ad, hogy focista legyen. Istenem ad, tegnap olvastam ezt nevet, Istenem ad, hogy nekül ismerős a neve. Igen. Tehát Franciaország, Nigéria ott a franciákkal, vagy én pedig nigerikkel. Jó, akkor van egy meccsünk szombaton, meg van egy meccsünk vasárnap, ugye? Gyönyörű. Jó van. Oké, Csabi Kámra, megzenéid lesznek? Ráadásul a játék is folytatódik, vagy ezt már mondtam? Nem, még. Így van. A kódos lágerek. Meg hozom a Bay Alexnek egy újdonságát, képzeljétek. De már, mi van neki? Mi a dal címe? Hé Budapest. De jó, Isten. Igen, hát ha a Balaton befutott Vézolikával, akkor a Hé Budapest is mehet.
És innen üzenjük a szegedi zenészeknek, hogy írjanak már egy dalt Hey Szeged címmel. Van most ez a sketch Szeged, ez egy ilyen nagy indulója. Na, itt a tessék. Szegedi ifjúságnak egyébként. Csak azért mondom, hogy újra kicsit a kispolgári létezéseteket kirántva ebből a beszélgető tudatállapotból megismerjetek egy olyan szubkultúrát. Megismerjetek egy olyan szubkultúrát, amivel nem nagyon találkoztak, ez fiatal szegedi egyetemistáknak az indulója egyébként jelen pillanatban. Visszatérünk még egy Costa Rica Görögország, hát nem menjünk. Jó, de jó, hát te Costa Ricával vagy, én meg akkor görögökkel. Hajrá, Caci, kiúzom. Jó, akkor fölírtuk 3x5 a tét, és akkor megvan a meccs. Jó, Costa Rica Görögország, ne felejtsük el azt se. Jó. Jó? Mi a recept? Egy nagyon egyszerűt hoztam, hát tudod, mindig az egyszerűség az dominál, hogy ne tudjatok belekötni. Rizses hús. Oh. Az van, ilyet lehet csinálni, meg lehet kapni, majd ezt főzd meg te otthon, de ennyi... Anyádnak. Anyukának. Ebből már csak az kell... Főzd meg te otthon anyádnak. Csak olyan kedves mamát. Nem, sose csináltam még olyat, és mindig olvastam, hogy ez milyen jó, hogy így sóval beborítják az állatot, és úgy sütik meg, tudod, egy ilyen nagyon kemény réteget sütnek rá, és valahogy nekem ez kimaradt. Az egy konyhai baleset következmény. Igen, ráborult egy kiló só. De mikor még él? Igen, persze, és úgy betolják a sütőbe, ja. Csak akkor le is szokták cementezni, hogy ne szaladjon el. És főleg úgyhogy a szemébe szórja. Hogy ne lássa, hogy hova menekül. Sóban sült csirke, az az egyszerű. Jó, és annyi, és semmit nem kell vele csinálni, tök egyszerű a dolog. Csináltál már, ugye? Nézd meg, itt bólogat. A szaftos omlós ilyen, és hát egy fatus salátát azért hozzádobtam még, hogy beleköthess. Hát gyerekek, hát egy fatus nélkül sehova nem megyek el, komolyan mondom. Libanoni fatus saláta. Nem? Minden sarki fűszeresnél lehet szumákot kapni, azt kell hozzá. Na, ennyi. Jó van. Na, gyertek! Hát szumák, sehol egy kis bulgur, sehol egy kis római kömény, semmi. De sehol egy értelmes benne magyar szó. Csak ez a hülyeség, hogy fatus, meg szumák. Komolyan mondom. Jó, aki akarja, csinálja meg. Fönt van a fotó a így Facebookon. Van. Meg a recept is, reméljük, ha Laci megcsinálta, mert ő egy ügyes gyerek. Így van. Jól van, drága szegediek, elhagyunk menneteket, de ti maradjatok, jó? Csak a Morning Show távozik, Csabi jön a kívánság műsorral, utána még a mi drága pirosunk is jön, és utána, amikor ennek itt vége vagy, közben pedig irány az Erzsébet liget, jó? Most pedig a színpadon ugye Vastag Csaba és Vastag Tamás, mi köszönjük szépen, hogy ennyien itt voltatok, nagyon helyesek vagytok, szerintem egy-két év múlva jövünk újra, jó? Jöjjünk. Ha nem szúrtátok ki a kocsim. Azért szó, hogy köszönitek, vagy hogy jöjjenek már a vastagék. Is. Így van. 10 óra pontosan, Csabi jön a kívánság műsorra. Szép napot, szevasztó! Sziasztó! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.